Szárdubarvárosi Önkormányzatának képviselőtestületének 2019. november 28-i ülésén. Köszöntöm a tisztelt képviselőket, a hivatal munkatársait, illetve kedves vendégeinket. Elsőként megállapítom a határozatképességet, megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 fővel határozatképes. 9 fővel van jelen így határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésre pedig szeretném felkérni Pető Józsefet és Tóthné Horváth Ilonát. Aki ezzel a javaslattal egyetértő, hogy készfelelően is jelezni, szíveskedjen. Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal tartózkodásán és szavazat nélkül akkor a jegyzőkönyv hitelesítőket megállapítottuk. Napirendi pontban lesznek javaslatok. A kiküldött meghívóban foglalt napirendek vonatkozásában javaslom, hogy vegyük fel a napirendek közé 20-ban a Segítsünk egymáson karácsonyi adományozási akcióhoz kapcsolódó önkormányzati támogatási jóváhagyását. Ez az előterjesztés minden évben ilyenkor az önkormányzat képviselőtestülete előtt szokott lenni, hiszen már 9 éve zajlik egy olyan civil kezdeményezés, ami a karácsonyi adományozási akcióhoz kapcsolódik, ez a civil kezdeményezéshez pedig a Navi Zrt. Legfőbb adományozó mellett több helyi vállalkozás, önkéntes magánember vesz részt, és az előző testület is, és én is úgy gondolom, hogy ehhez az önkormányzat is csatlakozzon, és erre teszek előterjesztést, illetve javaslatot. Ez lenne a plusz napi rendi pont, illetve jó, aki ezzel a napi rendi pontnak a feltételével egyetért, kérem készfelelően és se jelezni szíveskedjen. Megállapítom, hogy felvettük a napi rendi pontok közé 9 igen tartózkodás és ellen szavazat nélkül. Ugyanakkor további javaslatot szeretnék tenni a napi rendi pontok vonatkozásában. A hetes napi rendi pont a Bursza Hungarika Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra teljesített pályázatok elbírálásához kapcsolódóan zárt ülést rendelnénk el. Ennek megfelelően, ennek az az indoklása, hogy személyes adatokat tartalmaz. Kikértük egyébként a törvényességi felügyelet állásfoglalását a napirendi pont vonatkozásában. A másfél éve bevezetett GDPR EU-s adatvédelmi szabályozásnak jelenleg sem egységes mérőn úgy gyakorlat az önkormányzatoknál. Egészen változatos, hogy nyílt vagy zárt ülésen tárgyalják a napirendi pontot. Ugyanakkor 2019. november közepén az adatvédelmi biztos kiadott egy állásfoglalást, amit a személyiségében úgy én azt javaslom, hogy ez a napi rendi pont zárt ülésre kerüljön megtárgyalásra, és ennek megfelelően az lenne a menetrend, hogy ne tartsuk fel a vendégeinket, hogy utolsóként tárgyalnánk ezt a napi rendi pontot, és így a hetes kerülne 14. napi rendi pontként megtárgyalásra, és a hetes helyére jönne be a Segítsünk egymáson a napi rendi pontja. Ez így megfelel, akkor ezt a módosítási javaslatot szeretném szavazásra bocsájtani. Aki így a napi rendi pontokkal egyetért, kérjük ezt a helyesére az összeségben. Megállapítom, hogy elfogadtuk a napi rendi pontot 9 igen szavazattal egyhangulnak. A módosításokkal együtt elfogadtuk 9 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül. Rátérünk akkor most konkrétan a napirendi pontokra. Jelentés, a egyes napirendi pont jelentés a lejárt határidő határozatok végrehajtásáról. Kérdezem a tisztelt képviselőtestületet, van ehhez valamilyen kérdés vagy hozzászólás?
amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat, készítettem, és se jelezni szíveskedjen. Köszönöm szépen, hogy elfogadtuk a Republikánnál a első napi pontot a határidejű határozat a végrehajtásáról. Második napi rendi pont. Nádorvárváros önkormányzat képviselőtestülete szervezeti és működési szabályzatáról szól 12/2013-os önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Egy röviden, én csak annyit fűznék előzetesen ehhez a napirendi ponthoz, hogy az alapülésen már történt egyfajta módosítás. Most előttünk van a bizottság tevékenységéhez kapcsolódóan fő hangsúlyában, illetve egyéb módosítások vonatkozásában az SMS-nek a változtatása, és arra való tekintettel, hogy 2019. október 13-a óta számos új képviselő, illetve változott a képviselőtestület, változik az a fajta feladat struktúra, ami a bizottságokhoz korábban delegálva volt, azt gondolom, hogy szükség lesz még egy következő harmadik, ha így lehet mondani, nagyobb volumenű módosításra, ami egy ilyen részletesen módosítási javaslatokat kell, hogy tartalmazzon. Illetve természetesen az SMS, mint a szervezeti működés szabályozó dokumentum, egy dinamikusan és folyamatosan változó anyag is lehet az egyes igények felmerülése és megvizsgálása kapcsán, amit ugye az ügyrendi bizottság folyamatosan figyel és folyamatosan javaslatot tehet ennek módosítására, tehát ez későbbiekben is megvalósulhat. Ugyanakkor most a bizottsági struktúra kialakítása és a hozzátársított feladatok vonatkozásában én szeretném, és majd azt javasolnám a bizottságoknak, hogy a saját feladataik vonatkozásában ismételten tekintsék át ezeket az egyes feladatokat, és ezzel együtt a további javaslatokat majd a következő év elején tartandó rendesülésünkre hozzák vissza. Ez lenne így a javaslatom. És szeretném megkérni Kalmár Erzsébet képviselő asszonyt, hogy az ügyrendi bizottság tárgyalta az SMS-t, és a módosítási javaslatokat kérem ismertesse. Köszönöm a szót, én igazán asszony. Tisztelt képviselőtestület. Elnézést kérek itt a jelenlévőktől, hogy nincs anyaguk, ezért egy kicsit nehéz helyzetben kerültek, hogy nem tudják, hogy mit idézünk, meg miről tárgyaltunk, de a képviselők véletlenül összehasonlították a jelenleg határozatban azt a kitűnök módosítással kapcsolatban, és akkor a módosított rendelethez volt a tegnapi nap folyamán a bizottságülésen javaslat, illetőleg vélemény. Tehát ahogy mondta a polgármester azt, hogy még ennek következik egy átfogó felülvizsgálata, most csak a kimondottan arra tesszük a hangsúlyt, ami ilyen anyagkörre. Néhány pontosításra van szükség. Így elsősorban az előterjesztésnek a harmadik oldalán van egy elírás, ott a legfelsőbb bekezdésben, amely a hármas számú melléklet, a négyes számú mellékletben foglalt mentéspont került el. Az új rendelettervezetben a hármasban van, tehát egy javítani van a kormányzati funkcióknál, viszont a kettes számú mellékletbe került. Tehát a négyes kell hármasra, illetőleg kettesre módosítani a mentés feladatra vonatkozóan. A rendelet tervezethez továbbá megállapítottuk, hogy a kettő paragrafus, ha most a hatodik oldalra tartoznak a képviselő, kettő bekezdésének a hatályba lépésével az alaprendelet
vagyis a jelenlegi hatályos 2/2013-as SMS 31 paragrafus 8 bekezdéssel határják el, cikkez ki maradt a rendelet tervezetről. A rendelet szervezet 2 paragrafus 4 bekezdésében van egy elírás, amely szerint ez a 7. oldalon található, nem a lépekedésre, nem a 31 paragrafus, hanem a 32 paragrafus javaslatás a teljes. A rendelettervezet egyes számú melléklete, amely az átruházott hatáskörök jegyzékéről szól, a 9. oldal 14 pontjában is van egy elírás, amikor a 80. életévükkel betöltött egyedülálló és egyedülálló személyeknek az ímertességét állapították meg a rendelet. Itt nem a 12 paragrafus 6 bekezdése, hanem a 14 paragrafus 6 bekezdése írja elő. Ugyancsak a rendelet tervezett egyes számú mellékletének a 22-es pontját javasolja a bizottság kiegészíteni, ami arról szól, hogy a polgármester engedélyezi az önkormányzati támogatással megvásárolt vagy épített ingatlanra terhel jelzáló jog más ingatlanra történő átvitelét. Itt ugye ügyvéd asszony azt mondja, hogy egészítsük ki azzal, hogy a törlést is, amikor kifizette a támogatót, az utolsó részletét, akkor a törlést, a jelzálogok törlését is a polgármester hatáskörében utaljuk. És az ingatlan nyilvántartás felé ugye tovább utca. Szükségesnek tartjuk, mivel a múltkor kivesésztük az alpolgármesterek helyzetét, illetőleg az alpolgármester, véletlen kimaradt és elnéztük mindannyian a 35 paragrafus 2 bekezdését, amely szerint ugye úgy szól az alaprendelet, hogy az alpolgármester társadalmi megbízatásban töltik be tisztségükkel, tiszteletéjük és költségtérítésük mértékét ugye az önkormányzatosra találítja meg, tehát az egyes és a többes szám felelete van. A helyes megfogalmazása következő lenne, az alpolgármester társadalmi megbízatásban tölti be tisztségét, tiszteletdíja és költségtérítése mértékét az önkormányzati törvény 80 paragrafus 2-3 bekezdésében meghatározott szabályok alapján a képviselő testület határozatlan állapítja meg. Tehát egyelőre a kiküldött rendelet tervezethez egyik volt az észrevételünk, illetőleg a véleményünk, és a ügyeleti bizottság is javasolja az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának a teljes körű felülvizsgálatát, a magasabb szintű jogszabályokkal való jogharmonizáció elvégzését és az elhangzott egyéb irányú javaslataink napra vonatkozóan is a következő év elején az egységes szerkezetben történő visszahozását a képviselő testület elé a döntés meghozatala véget. Addig pedig az előterjesztett rendelet tervezetet az elhozott kiegészítésekkel együtt javasoljuk elfogadásra a képviselőtestületnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megadom a szót. Szeretném pontosítani, illetve visszakérdezni akkor az ügyrendi bizottság felé, hogy elhangzott most olyan néhány felvetés a bizottságnak, ami a bizottságülésen az a döntés született, hogy ez majd a következő alkalommal kerül pontosításra. Visszautalnék a többes szám, egyes szám dolgokra, tehát ezt én szeretném akkor rákérdezni, hogy a bizottság ülésen, a bizottságnak a döntése az volt, hogy ezek majd egy később időpontban kerülnek. Köszönöm szépen. Majd átvezetés, amit polgármester aztán is mondott, tehát ez lenne az egyik dolog, tehát akkor az azt jelenti, hogy ezek a kiegészítések, mert ezek abban a rendelet
tervezetben, amik most pontosításra kerültek, ezek nem kerültek átvezetésre, de azért kérdezem majd a tisztelt képviselőtestületet, mert a testület úgy döntött, hogy ezeket a többes szám, egyes szám dolgokat is át kell vezetni, akkor hozzá kicsit a jelenlegi tervezetet dolgoznunk. Ez volt az egyik, tehát akkor értelmezhetjük úgy, hogy lényegében ezek a többes szám, egyes szám megnevezések majd a következő módosítás során kerülnek kiegészítésre. A másik elhangzott elnök asszonytól, hogy a 31 szakasz 8 bekezdése az kimaradt. Ez a rendelettervezetnek a 4 paragrafus határidőszaki rendelet A 31-es bekezdése, tehát ez a határidőt vesztett rendelkezések azok a 4 paragrafusban lehetők fel a rendelet módosítása során. És ennyi lett volna az a kérdésem, és kiegészíteni valóban, amit kérek a képviselőtestületet. Tehát ez a része az a rendeletnek a rendeltervezetben szerepel. És köszönöm szépen, csak kiegészíteni szeretném. További kérdés. Köszönöm szépen, így, hogyha már még egyszer neki futottam és átnéztem, az önkormányzati SMS a felső belépett polgármester átruházott hatáskör, és annak egy 8-as pontjában van, hogy ez a bérlőkijelölés joga, ami az önkormányzati tulajdonképpen vonatkozik, és itt egy rugalmas hivatkozással említi, hogy a mindenkor hatályos vonatkozó helyi rendelet szabályai szerint. Én nem találtam meg ezt a rendeletet. Ha segítenének, akkor érzünk, hogy olyan jelzünk, hogy melyik rendelet ez. Mert volt ilyen rendelet, emlékszem, de most nem találtam meg a rendeletet. Hogy van-e hatályban most ilyen rendeletet? Igen, köszönöm, ha elküldenéket nekem, már köszönjük. Igen. Tovább kérdés? Kérdések részét lezárom. Hozzászólás, egyéb észrevétel. Tehát mi is áttekintettük, és már az ügyrendi bizottság a tárgyalata, tehát a hivatal részlet is történtek meg kiegészítések. Tehát amit látjuk, ez egy ilyen folyamatosan és dinamikusan változó anyag lesz most még egy néhány menüsen keresztül, tekintettel arra, hogy alapvetően ez a helyi rendszerben működésünket szabályozó rendeletünk, ahogy az számozásából is látszik, eredetileg 2013-as, ugyanakkor többszöri módosításon már átesett. Azt gondolom, hogy most ez egy nagy és átfogó feladat, és csatlakozok az ügyrendi bizottság elnöke Erzsikának a lemondottakhoz, hogy a jogharmonizációt, illetve az egységösszetközőt, az átfogó vizsgálatát még a továbbiakban is meg kell tennünk. És akkor a hivatal, illetve az egyéb kiegészítésekkel együtt, az ügyrendi bizottság javaslataival együtt történő rendelettervezetet teszem fel szavazásra. Aki így a rendelettervezettel egyetért, azt kérem kézfelemeléssel jelezni. Szíveskedjen. Köszönöm. Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangulat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a jelen ülésre előterjesztett SMS-módosítást elfogadtuk. Mivel ez ugye SMS-módosítás, ezt ki kell hirdetnünk, úgyhogy megkérem a jegyző urat, hogy ezt tegye meg, és akkor egy pár percet technikai szünetet rendelek el.
Következő napirendre térünk, ez pedig Nádorvárváros önkormányzat képviselő testület bizottságainak elnevezése, a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása. Röviden azt szeretném elmondani ehhez kapcsolódóan, hogy a korábbi bizottsági struktúrához képest ebben a ciklusban kevesebb bizottsággal szeretnénk működni, ugyanakkor számos feladattal és hatékonyabban. Az ügyrendi bizottság már megalakult. A korábbi városfejlesztési bizottság, illetve a pénzügyi bizottság összeolvadásával, illetve feladatának kibővülésével lenne a bizottság neve gazdaság stratégiai városfejlesztési és pénzügyi bizottság, ami ahogy a kiküldött, tehát a korábban tárgyalt SMS feladatai között is egyfajta tagolással megjelent gazdaságfejlesztési, városfejlesztési és pénzügyi részeket tartalmaz. A feladatellátásban, a feladatellátásban, tehát a bizottság feladataiban. A másik bizottságunk, és a korábban a kulturális bizottsághoz tartozó idegenforgalom is, mint a nemzetgazdaságnak is egyébként egy meghatározó ágazata, és mint egy üzenetszerűen megfogalmazva azt, hogy ezt a gazdaság szerves részének tekintjük, így kell nyilván az idegenforgalom, a turizmus át ebbe a bizottságba. A korábbi kulturális oktatási bizottságnak az elnevezése is kifejezi azt, hogy milyen feladatokkal fog foglalkozni a kulturális, köznevelési, kommunikációs és civil kapcsolatokkal foglalkozó bizottság. Itt hangsúlyos az a rész, amennyire figyelembe kívánjuk venni, és hangsúlyos szerepet szánunk városunk életében a civil szervezeteknek, illetve annak a változásnak, ami az önkormányzat, a képviselőtestület, az intézmények és a feladatellátások, illetve a mindennapi életszervezés vonatkozásában a kommunikációra fókuszált. Tehát én azt gondolom, hogy ebben mindenképpen egy új korszakot kell kezdeni. Az egészségügyi és szociális bizottság tekintetében pedig kibővül a feladatkör egyfajta ifjúságvédelemmel, talán ennek az is lehet az indoka, hogy még a gyermekvédelem külön nevesítve van a feladatellátásban, a szociális ügyek között pedig nem találtuk elég hangsúlyosnak a fiatalabb korosztályra való fókuszálást, ezért ez külön kiemelésre is kerül. A személyi javaslatok a bizottság összetételére vonatkozóan már a korábbi időszakban lelettek egyeztetve, ezért már a határozati javaslat ezeket a neveket konkrétan is tartalmazza. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy valami kérdés, hozzászólás kapcsolódik ehhez. Azt szeretném megkérdezni, hogy röviden mondom az oktatási bizottság, mert olyan hosszú neve lett, hogy már végig is lehet mondani. Kikerült a tevékenységi körök közül az ISMV-vel, illetve kikerült a turisztika. Milyen kellett a bizottság csökkent feladatállátásra? Milyen csökkent feladatállátásra? Most mondtam. Igen, tehát az idegenforgalom átkerült a gazdaságstratégiát, mert egyébként a civil kapcsolatok vonatkozásában erőteljesebb feladatokat szeretnénk vállalni, illetve kibővült a bizottság feladatköre, és hívott ugyan az elkövetkező időszakban nem keres kommunikációs tevékenységgel. Köszönöm szépen! Én szeretnék hozzászólni, én azt szeretném mondani, hogy szemközővel is más fogalunk. Az nem is volt kérdés. És az iskola számunkra nagyon fontos. Igaz, hogy az iskola kikerült az önkormányzati feladatokból, de számunkra nagyon fontos a feladatunk. Én úgy gondolom, hogy nem lesz kevesebb feladatunk, és én örülök, hogy azok a bizottsági tagok elfogadták a felkérést. Köszönöm. Hát még azt szeretném hozzátenni, hogy azért nem fogtam
tartási pontjában a bizottságban, hogy egy közmelésének azon túlmenően, hogy ez az orvai feladatállátást és intézményeket is jelenti, a köznevelési törvényben foglaltak, illetve azok a tématerületek, amelyek lefedik az esélyegyenlőséget ennek a bizottságnak a munkájában. Ismételtem a szöveget. Akkor szavazásra tennék, igen, mivel személyekről van szó, három határozati javaslat van a napirendi pontjain. Én szeretném megkérdezni, hogy az érintettek kérik-e az átülés elrendelését. Senki. Illetve az lenne a javaslatom, hogy egy-egy határozati javaslat esetében, illetve kérdezem, hogy személyenként vagy pedig egyesületi szavazással történjen a bizottsági összetételnek a megválasztása, természetesen határozati javaslatonként, de azon belül egyben. Javaslom az egyben történő szavazást, aki ezzel egyetért jelentkezik, felemelésre jelezi szíveskedjen. Tehát 9 igen szavazattal, egy hangulag erről szavazattal, szíves nélkül, akkor egyben teszem fel külön-külön egyébként a határozati javaslatokat. Akkor az első határozati javaslat a gazdaságstratégiai városfejlesztését és pénzügyi bizottság vonatkozásában elnökének tudni Horváth Ilona képviselőt, a bizottság képviselő tagjának Bogdán Balázs képviselőt, Cibere Lajos képviselőt és Kalmár Erzsébet képviselőt javaslom, a bizottság külső tagjának Egyetkun Juditot, Kovács Herman és Szabó Dezsőnét javaslom. Kérem, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, köszönöm, megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egy hangulag tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztottuk a gazdaság stratégiai városfejlesztési és pénzügyi bizottságot. Következő második határozati javaslat a kulturális kommunikációs köznevelési és civil kapcsolatok bizottságára vonatkozó tagokat sorolnám és javasolnám. Elnökének Tóthné Budaházi Judit képviselőt, a bizottság képviselő tagjának Bogdán Balázs képviselőt, dr. Koroknai Bokor Erzsébet képviselőt és Pető József képviselőt javaslom. A bizottság külső tagjának Barta Ingrid, Mészáros és Sárközi Erikát és Tóthné Nóna Juditot javaslom. Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, észfelemeléssel jelezni szíveskedjen. Megállapítom, hogy 8 igen szavazat. 8 igen szavazat. Jó, akkor felteszem így. Tartózkodás, ellenszavazat. Jó, akkor megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 ellenszavazattal megválasztottuk a kulturális kommunikációs köznevelési és civil kapcsolatok bizottságának tagjai. Harmadik határozati javaslat az egészségügyi, szociális és ifjúságvédelmi bizottság összetételre vonatkozó javaslat, melynek elnökének Pető József képviselőt, a bizottság képviselő tagjának Tóthné Budaházi Judit képviselőt, Tóthné Horváth Ilona képviselőt, a bizottság külső tagjának Kovács Molnár Ildikót és dr. Püski Vászlót javaslom. Kérem, hogy aki a határozott javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. Megállapítom, hogy egy hangulat 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellen szavazat nélkül megválasztottuk a bizottság tagjait. Ezzel mindegyik hivatali bizottságnak most már meg van választva.
és kezdődte a hozzákapcsolódó munka, de még mielőtt ez megtörténik, eskütételre kerül sor a bizottság külső tagjainak vonatkozásában. Kérném, hogy ennek a menetrendjét az alapjában bonyolítsuk le. Előolvasom az esküt, és először kérném a Gazdaság Stratégiai, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság külső tagjait, hogy fáradjanak ide mellém, és mindenki álljon. Az eső szövegét, és a végén pedig a Istenében a segítségét, az eső terület, az eső szövegét. Mondják a becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. Tisztségemből eredő feladataimat. Nádukar fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem jó csőségén. Köszönöm szépen, és becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. Tisztségemből eredő feladataimat. Nádukar fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten segítségére. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. Egészségügyi, szociális és ifjúsági védelmi bizottság külső tagja. Tisztségemből eredő feladataimat. Nádukar fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Külsős tagoknak az eddigi részvételét, és nagyon szívesen látjuk az ülés további részében is, de hogyha úgy adódik, vagy valakinek elfoglaltsága van, azt a kérdéssel veszünk. Én is gratulálok a megválasztott bizottsági tagoknak, és különös tekintettel a külső tagoknak, hogy elvállalták ezt a munkát, ugyanis nagyon nagy szükség van a ti tevékenységetekre, mert a gazdasági életben ti vagytok a tapasztaltakban, tőlük sokkal tapasztaltakat, és éppen ezért nagyon fontos, hogy folyamatosan együtt gondolkodjunk a város jövője szempontjából. Én
Azt látom, hogy polgármester azt mondja, hogy komoly tervek és rendelő vezérli, de ez jellemez minket is, mert hát azért választunk, vagy méretettük meg magunkkal. Fel kell ismernünk a jövőt, a jövőbeli lehetőségeket, és hát mindeneket a nálukbeli emberek javára kell, hogy fordítsuk. Ebben számítunk mindannyiótoknak a munkájára, és az ez irányú tevékenységetekhez is a jövőben kívánok erőt, egészséget, és nem utolsó sorban lelkesen is. Köszönöm. Következő napi rendi pont, Nádúrbar Város Önkormányzat 2019-i költségvetéséről szóló 2019-es önkormányzati rendelet módosítása, költségvetés módosításáról van szó. Én szeretném felkérni Jakabi Bekegyőni közgazdaság és pénzügyi irodavezető Jenike a előterjesztés kiegészítésében. Köszönöm szépen! Valójában a régi képviselők tudják, hogy általában éves költségvetést évente 4-5 alkalommal mindig módosítunk. Hát ez most ugye az új képviselők előtt még az új dolog, ezért néhány szóval azért szeretném szóval is kiegészíteni az írásos előterjesztést. Az ez évi költségvetés, illetve ez év február 22-én fogadta el a képviselőtestület, és ez most az 5. módosítása az éves költségvetésnek. Ez az összeg, amelyen most módosításra kerül, ez 174.209.104 forint pluszban, hál' Istennek, nem minuszban, és ezek szinte kivétel nélkül központi támogatásokból kerülnek össze. Legnagyobb volumen a közcélú foglalkoztatásra kapott támogatás, illetve annak felhasználása, ez 135 millió forintot jelent. A kisebb jogcímeken kaptunk központi támogatást, általában bérkiegészítésekre, bérkompenzációra, különböző ágazati pótlékokra, illetve a közművelődésben általában minden évben pályázunk és mindig nyerünk érdekeltségnövelő támogatásra. Van némi finanszírozási kiadás növekedés, úgy mint például intézményfinanszírozási kiadások növekedése, illetve betétek feloldásából származó finanszírozási kiadás és bevétel növekedés. Ugyanakkor a költségvetésnek számos melléklete van, amely elég bonyolultnak tűnik így elsőre, de majd mindenki megszokja ennek a szerkezetét, meg az összetételét. Annyit érdemes róla tudni, hogy összevontan és külön-külön intézményenként, illetve szervezeti egységeként kerül meghatározásra a költségvetés, és itt összevontan egy óriási nagy összegről van szó, hiszen 3,3 milliárd forintos a kiadási és a bevételi főösszeg. Különös figyelmet fordítunk a projektekre. Ami most leginkább terítéken van, azok a dokkos projektek, tehát amelyek beruházási, fejlesztési kiadásokat tartalmaznak. Ezeknek az adatlapjai szintén módosításra kerülnek most, tehát a jelenlegi előrehaladási szinteknek megfelelően vannak módosítva. Három új líderpályázatunk nyertes támogatói okiratát kaptuk meg az elmúlt időszakban, ezek is bekerültek, ezek a líderpályázatok kisebb-nagyobb önerőt igényelnek, de inkább nagyobbak, és ezeket az önerőket a jövő évi költségvetésben tervezzük biztosítani, hiszen ebben az évben már ezekre is sem túl sor kerülni. Van egy plusz olyan
tétel a módosításban, amely a zöldváros kialakítása nálunkban okos projekthez kapcsolódik, ez pedig a bérházak közötti, tehát a Malom utca és a Mester utca közötti területrendezésnek egy nem várt fejlesztése, ugyanis ott a szennyvízvezetékek is felújításra kerülnek, és meg egyéb burkolatok, meg más közművek is felújításra kerülnek, és itt most derül kimenet közben a kivitelezés során, hogy a ivóvízvezeték is cserébe szorul. Erre 3.583.000 forintos ajánlatot kapunk a DRB-től, tehát mint vízszolgáltatótól, és úgy ítéli meg a hivatal vezetése, hogy mindenképpen ezt a munkát most egyidejűleg nyilvánvalóan az észlelőség ez diktálja, most van minden ott elmondva, most el kell végeztetni. És erre külön előirányzatot biztosítunk. Tehát ezt is tartalmazza ez az előterjesztés. Hát annyit még, hogy a város tartalék alapja, az így évvégére már általában el szokott fogyni, hát most ez 1.280.000 forinton állt, de ugye már majd most is lesz egy következő előterjesztés, a segítsünk egymáson, ahol ez majd még tovább csökken, és nyilvánvalóan azért úgy látjuk, hogy ez elegendő kis tartalék már a szép hátra lévő részére. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és mivel már itt szóba kerül a projektek kapcsán ez a többletköltségnek a felmerülése, a későbbi napirendi pontoknál ugye a tájékoztatóban a tokos projektekről, de tekintettel arra, hogy kötelezettséget ennél a napirendi pontnál kell vállalni a megvalósításra vonatkozóan, én szeretném megkérni a projektmenedzselését részén szervezet vezetőjét, Lajos, hogyha ez szóval kiegészítenék, hogy tulajdonképpen mire is szükséges ezt a forrást biztosítani, mi történik. Ugye az önkormányzat közbeszerzési eljárás után a Zöldváros projekt elleményei közül a társasházak közötti területre is szerződést kötött, amiben a burkolatokhoz kapcsolódó közterületek, zöld területek rendezéséről van alapvetően szó, illetve némi külső energiatakarékos lámpateste cseréjéről a meglévő kandellábereken. Parkolók átépítéséről, a közlekedés szép megszervezéséről. Az már korábban felvetődött, hogy az ott meglévő, de amiről tudomásunk volt, hogy rendkívül rossz állapotú szennyvíz hálózat két ágát is ki kell váltani, ha már felvettük az egész területet. Ez egyébként bele is került a projektbe, nem támogatott műszaki tartalomként, mert közművet alapvetően semmilyen módon ez a projekt nem támogat. Ezért az szerepel is benne, ez már a költségvetés fedezetet biztosít. Elkezdődött a munka a bontásokkal, és ugye biztos a lakossági észrevételek is eljutottak itt a jelenlévőkhöz. Ez azért azzal jár, hogy ott némi zaj, rezgés, közlekedési problémák felvetődhetnek, de egyértelművé vált, hogy a bontások során a régen, 50-60 éve ott lévő aszbesztcement vízvezeték csövek már attól, hogy elindult rajta egy mozgás, tehát nem kell szétszaggatni, azok össze-vissza törtek. Azt is megállapítottuk már, amikor a burkolatot, a betonburkolatokat, szegélyeket felbontottuk, vagy felbontotta a kivitelező, hogy az összes többi közművel is vannak problémák, majdnem a felszín alatt, éppen a burkolat alatt digi tévé, tehát a tévé problémák felvetődtek, volt gáz szaglónak is az elmozdulása, tehát ott is voltak hibák. Ezeket a kivitelező azonnal kezelte, viszont a víz vezeték állapota, ami azon a területen a társasházakat ellátja, az olyan állapotú, hogy javíthatatlan. Tehát az most, hogy itt egy 20 méteres
szakasza most itt tört el, utána befogta a kivitelező, amúgy nem is a kivitelező, hanem a szolgáltató, mert a vezetékhez a szolgáltató nyúlhat hozzá, akkor 5 méterrel arra kezdett szivárogni. Ez a tarthatatlan állapotra lett az a javaslat, hogy az új vezetékre legyen kiváltásra. Itt felkértük a szolgáltatót, mert azokon a szakaszokon, ahol ami a közszolgáltatás által adva a vízmű vezeték, csak ők nyúkálhatnak hozzá, hogy tegyék meg a javaslatokat a lehető leghamarabb, hogy nagyon megátoljuk a kivitelezés folyamatát sem, tehát hogy a határidő nem nagyon gátolja egy ilyen, és akkor ez az ajánlat megérkezett, annak a műanyagcsőre való történő kiváltása. Ezt én úgy gondolom, hogy mindenképpen szükséges lehet, jelen pillanatban kevesebb most már, mert azok a munkálatok a nagy forgalommal járó, tehát bontási, rezgéses munkálatok már nagyjából vége szakadtak, én már jelentősebb közmű problémát nem nagyon várok. Fakivágási kérelme volt a lakosságnak, a többleten kívül, ezeket mi bevizsgáltattuk a szakértővel, és akkor, hogyha meg lesznek az engedélyek, akkor azokra is sor kerülhet a maradék egy darab fának a kivágására, de ahhoz is az engedélyeket be kell szerezni. Ezeken a kellemetlenségeken kívüli egyéb nehézkeség nem volt, előzetesen tájékoztatottunk ki közösen a kivitelezővel is, és utána ezt folyamatosan most is ment egy tájékoztatással a projektek fizikai állásáról az önkormányzat honlapján. Én ilyesmiket nem várok rá, és emberik, hogy további rejtett problémák nem nagyon fognak felvetődni. Vár még majd megoldása, de ez a későbbi egyben fog kiderülni, hogy a Mester utcához való erről megbeszéltünk, csak ott a helyszínen magunk, hogy a Mester utcához csatlakozóan az új projekt és a, hát azt nem mondom, hogy gyönyörű állapotban lévő beton út csatlakozásánál milyen műszaki megoldást, milyen színbe hagyjuk a kapcsolódó szegélyeket, erre van két-három javaslat is, de az, mikor meg kidolgozása, költségkidolgozása is kerül, akkor már majd ide tud kerülni meg itt. A többi projektről, hogyha egy pár szót így, jelenleg az majd később. Jó. Tehát akkor ezen a területen ez. Én úgy gondolom, hogy ez feltétlenül szükséges lehet, mert utána ez állandó csőtöréses állapotot okoz. Ezek az aszbeszt szerencsére azon kívül, hogy nem is a legkorszerűbbek, ezek annyira elhasználódottak, hogy minden elemében minden kapcsolási pontján késván most a cső vezeték szálából is állandó vetedések vannak, amit egy hullának hal a tető. Egy idő után ez javíthatatlan, én mindenképpen azt mondom, hogy ezt érdemes megcsináltatni most. Köszönöm. Köszönöm a tájékoztatást. Kérdés. Nekem egy kérdésem lenne tulajdonképpen, hogy a projekttel vagy projektekkel kapcsolatban már a 10-es napirendi pontnál tegyük fel bővebben részletesebben, vagy most inkább? Amennyiben költségvetést éri. Akkor a 10-es napirendi pont. Köszönöm. További kérdések. Hozzászólás. Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel a költségvetési rendeletmódosítást. Kérem, aki a rendeletmódosítás tartalmával egyetért készítenem, és eljön az összegességben. Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal egyhangulag ellenszavazatos tartózkodás nélkül elfogadtuk a rendeletmódosítást, és akkor ami a projektet érinti, azt pedig majd amikor odaérünk. Köszönöm. Következő napirendi pontunk az ötös, szintén egy rendeletmódosítás. Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének a gyermekek védelmének helyi szabályairól és a térítési díjról szóló 32/2015-ös önkormányzati rendeletmódosítással.
Ennél a napirendi pontnál is szeretném győződni, felkérni a napirendi pont kiegészítésére. Igen, köszönöm. Tulajdonképpen ez a rendelet módosítás, ez egy decemberben volt, augusztusban volt a képviselőtestület előtt, és ezek után a kormány, megyei kormányhivatal szakmai segítséget nyújtott, és arra kért bennünket és a képviselőtestületet, hogy kicsit részletesebben határozzuk meg a gyermek étkeztetésben alkalmazható térítési díjakat. Ugyanis ennek a rendeletnek ez a melléklete ezt tartalmazza. Tehát nem történt más, mint ugyanazt a térítési díjat fizetik a szülők ezen túlmenően is, tehát az egynapra járó térítési díj az maradt a kölcsödében, volt óvodában, általános iskolában, csupán megbontottuk részétkezésekre. Ezt, hogy milyen arányban kell megbontani, erre vonatkozóan nincs központi előírás, de arra van, hogy hányszor kell érkezni bölcsődés gyereknek, óvodásnak, iskolásnak. Ennek megfelelően van összeállítva ez az előterjesztés, tehát mindenképpen azt kell hangsúlyozni, hogy a szülők terhe nem nő, sem normált, nyilván sem térítési díjemelés nem következik most be, csupán meghatározott 10 óraira, ebédre, uzsonára, vacsorára, hiszen kollégiumi étkeztetésről gondoskodunk, hány forint, hogy erre vonatkozva ez az előterjesztés. Tehát, ha jól értem, akkor gyakorlatilag ez egy technikai módosítás, közt nem összetevő, hanem igen, pedig egyben kellett feltüntetni az elszámolásnál, az most részletezett feltüntetni. Kérdés a rendelet módosításhoz. Hozzászólás. A szavazásra teszem fel a rendelet módosítást. Kérem, aki a benne foglaltakkal egyetértés felemeléssel jelzi a szíveskedjen. Köszönöm. Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal egyhangúra tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadott a módosítását. Következő napirendi pont. A napfény, óvoda és bölcsőde honvédelmi intézkedési tervének 2019. évi módosítása. Felkérjük Majjegyző urat a napirendi kiegészítésére, és utána pedig megintézem az ötletet, hogy néhány szóval egészítsék, hogy miért van szükség erre, és hogy mi a változás. A honvédelmi intézkedési tervet először 2018-ban kellett intézkedési intézményeknek elkészítenie, a fenntartójának elfogadnia, és az EMMI megfelelő portáljára feltölteni. A törvény, illetve a miniszteri rendelet a tartalmára vonatkozóan, de majd különösen meg támogatókat, közlelődési szakértőkkel kellett kidolgozni, hogy ezek a tervek az egyes intézményekkel elmondta, milyen feladatokat, milyen kötelezettségeket jelentenek. A napfény óvoda és bölcsőde elkészítette a tavalyi év során tervet, bekerült a képviselőtestületen, nagyjából ugyanilyen időtájban elfogadásra is került, föltöltésre került, és mivel ezt a tervet a fenntartó elfogadta, ezt időről időre aktualizálni kell, az aktuális személyzetlány feltételekhez igazítani. Jelen pillanatban ezért van itt a képviselőtestület előtt ez a gondolások miatt a személyi államegyítő kötelezettségekben változás történt, ebben az anyagban főzőzőről, és ugyanúgy tavaly a képviselőtestület elfogadása után az EMMI által megadott portára föl kell tölteni ezt az intézkedési tervet. Várhatóan a jövő évben ugyanilyen időtájban ismét a testület előtt lesz az anyag. Köszönöm szépen! Intézményen vezető aztán kívánja kiegészíteni. Köszönöm szépen a jegyző úrnak, olyan szépen összefoglalva foglalta az előterjesztés, hogy talán annyival egészítenek ki, hogy október 31-ig minden évben kötelező a rendes felülvizsgálat a
soron kívül felültetésteltetünk, és a képviselőtestület tagjaival meg kell ismertetünk, ha valamilyen változás történik. Most azért van bent az anyag, mert egybeesik a soron kívüli változások és az éves felülvizsgálat időpontja, a fenntartó részéről is a személyi változások történtek, valamint az intézmény nyugdíjába, ahogy jegyzünk, vagy egy szó fogalmazott nyugállományok miatt történtek személyi változások, egyébként tárgyi és más szempontú változás nem történt a mobilitási intézkedési tervünkben. Annyit írnak még elő, hogy nem kell kicserélni minden lapot is újra nyomtatni, csak a változások lapjait kell cserélni, és aztán a szignózni, pecsételni, és így kell aktualizálni a mobilitási intézkedési tervet, és amikor elfogadásra kerül, ezt megtesszük, és ezen így honlapjára jutottuk fel. Köszönöm szépen. Kérdések az előterjesztéshez kapcsolódóan. Nem csak a hozzászólások, vélemények. Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel az előterjesztés található határozati javaslatot annak mellékletével, vagyis az intézkedésnek. Egyébként kérem, aki a előterjesztésben foglaltak a legyetért készfelemeléssel jelezni, szíveskedjen. Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal egy hangulat ellenszavazott és tartózkodás nélkül elfogadtuk a napirendi pontot. És akkor a következő napirendi pont. Körülbelül 1200.
1200 fő. És látom az előterjesztésben, hogy melegét elfőzés, illetve annak kiosztása, és ez a bőséges csomag, tehát azért nem egy kis csomagról beszélünk, hogy ez az elmúlt években egy picit, hogyha bemutatnád, hogy mégis mondjuk a tavalyi évben ez mégis mit jelentett? Hát tulajdonképpen három konyhán, a három önkormányzati konyhán főzzük ezt az egytál meleg ételt, ez általában babujás szokott lenni, illetve bejlit adunk, egy mákos és egy túrós bejlit adunk, aztán még egy kis szaloncukorcsomagot is, úgyhogy mellé természetesen a Nagisz által felajánlott élelmiszercsomagnak. Hát ez nem egy kis csomag, mert amire elnézéstén találkoztam az elmúlt években, de tekintélyes nagy doboz volt. Persze, nem is mondom én, hogy kis csomag, tehát ez egy nagy élelmiszercsomag, abban mindenféle felvágott, meg sajt, meg tejtermék, meg tehát minden nálunkbeli termék, ami valójában, és megfelelő kiszerelésben, mert ugye voltak észrevételek, hogy ugye minél tovább eltarthatók legyenek, tehát inkább kisebb kiszerelésekben. Úgyhogy ez nagyon pozitívan fogadják az emberek. És erre most ebben az évben az előzetes egyeztetések alapján december 11-én kerül sor, ez egy szombati nap, tehát közvetlenül a karácsony előtt, és itt ebben nagyon sokan szoktak dolgozni, polgárőrök, a konyhán az asszonyok, akik a civil segítők, akik ennek a kiosztásában részt vesznek. Sőt, még aki nem tud feljönni, még annak le is biztosítva. Köszönöm szépen, én a magam részéről mindenképpen támogatandó akciót tartom, kérdezem a képviselőtestületet, kérdés, hogy 100 forrásra van. Nekem lenne javaslatom, mert hogy tényleg ez a 100 ezer forint, hogyha 1200 embernek segítséget nyújt, illetve 600 ezer családnak, szerintem olyan picurka-picurka összeg, hogy én ennek a megemelését javaslom mindenképpen másfélszeresére, és akkor olyan sokat nem is teszünk hozzá, viszont akkor másfélszer vagy család jutna hozzá, és nem kellene senkit kívülni a népsorból. Mert én tudom, hogy a rászorultsági feltétel vizsgálatánál előfordul, hogy valaki kimarad belőle. Ha még hozzáteszünk 5000 forintot, akkor lehet, hogy ezzel nem kell szembesülni. Ja, illetve még egy kérdés. Mert úgy tudom, hogy amúgy 9 éve ez a civil kezdeményezés tőled származik Erzsiket, illetve tőletek, a Veszesz Kábor írójában, hogy ha már 9 éve tart, akkor nem lehetne ezt intézményesített formába, és nem egy évvégi döntésem volna, hogy a testület akkor szállna erre, mert nem egy nagy összegről beszélünk, sőt, de akkor már nem 1200 családról beszélünk, hanem 1000 személyről, hanem 1800-ról. Hogy a felkérni a test olyan hivatal tagjait, hogy erről a következő év végére egy intézményesített formában, hogy kerüljön a költségvetésbe bele, és ne egy apró döntésem legyen. 9 éve rendületlenül a legrosszabb időtre is tudtunk erre pénzt szállni. Köszönöm szépen, tehát akkor nekem az a javaslatom, hogy 100 ezer forint helyett 150 ezer forint kerüljön erre a célra, illetve kezdeményezem akkor, hogy ez kerüljön bele majd a jövő év költségvetésbe is. Köszönöm. Hát annyiban szeretnék módosítani, hogy ez a testvéremnek a kezdeményezése, nem Erzsikének, mert tehát ez egy teljesen civil kezdeményezés. Jó, hogy ezt tisztázunk. Tőle indult, igen, ő ennek a kezelője, úgymond, vagy eléggé összefogója, szervezője. De nagyon-nagyon sok
civil ember, meg civil vállalkozás részt vesz ebben. Tehát ha én úgy gondolom, hogyha most ezt így az önkormányzat beépítené eredendően a költségvetésébe, akkor elveszítené azt a civil formáját ennek az akciónak, amiért még értékesebb, mint hogyha most az önkormányzat ezt bevonná költségvetésébe, meg talán akkor veszítenénk is akár civil támogatásokat. Én így gondolom, de ez csak az én véleményem. Tehát azt kell tudni, hogy nyilván lehetne az összeget növelni, de nyilván ez egy olyan kis része annak az összegnek, amiből ez az akció megvalósul évente, tehát ez közel 3 millió forint, ami ez kerül, így van, és ehhez nagyon, tényleg nagyon szép összegeket szoktak civil magánemberek és cégek befizetni erre a bizonyos önkormányzati alszámlára, amit teljesen elkülönítettünk kezelünk. Én azt mondom, hogy én így javasolnám, hogy így maradjon meg továbbra is, de hogyha a testület úgy dönt, hogy emeljük az összegen, akkor a tartalék alapban van még pénz. Persze 5000 forintra is. Hát, tulajdonképpen már elmondta a Győzik, amit én is akartam mondani, hogy 9 évvel ezelőtt kezdődött ez el, amikor volt a lámpás felvonulás, és ugye megsajnáltam azokat az ülőket, akiket a zsíros kenyeret, mert nekik valószínű, hogy nem jutott annyi otthonra, és akkor adott ez itt folyamatosan meg. Végül is ebben teljesen igazadban sokkal egy rászoruló ember van, mert egész differenciálni is, mert ugye ahogy nem van írva az oktatás egészségügyi szociális intézmények adják a javaslatot, de azért figyelembe szoktuk venni a civilek is, vagy az utcaembere is, ha jelent, hogy valahol van, és sok hely van. Tehát inkább a probléma az, hogy bizonyos rétegek ezt már úgy veszik, hogy alanyjogon jár, és viszont ez nem jár alanyjogon, és akkor miért aknalkodnak. Én azt írtam le most az intézményeknek is, illetve a főszponzornak, a Nagyvízszervezeti Igazgatóságának, hogy talán oda figyel fókuszáltak jobban a bírálók vagy a döntnökök, ahol hangos volt a zaj, meg a jajgatás, és talán nem figyeltünk előre oda, kellőképpen azokra, akik csendben maradtak, mert már ők megfogták a nélkülözést, meg a nincsen. És a mostani bírálatunk vagy ítéletünk során erre fokozottabban kértük, hogy figyeljenek oda az intézmények és a egészségügyi dolgozók is, a védőnök is. Egyébként nincs annak akadálya, ha pénz van, hogy emelni ezt az összeget, sőt, más jellegű szociális támogatásokat is lehet majd esetleg a jövő évi költségvetésben betervezni, hogyha a bizottságok is javaslatot tesznek rá, meg lesz rá megfelelő feladat, így mindenképpen fogom támogatni. Köszönöm szépen! Annyiban szeretnék hozzászólni, mert az előzőek által elmondottat támogatni olyan szinten, hogy én is azt javasolnám a képviselőtestület felől, hogy ebben mint részt vevő legyen részt, mint ahogy a vezető azt is elmondta, elhangzott itt az önkormányzat a civil kezdeményezés mellett résztvevőként vesz részt. Tudom azt támogatni, amit a Vigyelmi Bizottság elnök azt mondja, hogy ha a szociális emberetünk felvizsgálatra kerül,
akkor esetleg abban lehet plusz olyan dolgokat beépíteni, ami hatósági ügyként, hatósági határozatként szerepel. Tehát én úgy gondolom, hogy ha ezt csak az önkormányzat vállalná ennek az egésznek a kezelését, akkor sokkal inkább kevesebb ember kaphatna ebből a támogatásból. Terzsikesen elhangzott, hogy ez nagyon sok előérkezett javaslat, és azt azért tudni lehet minden ilyen kezdeményezésnél, hogy mindenkit nem tud ez a támogatás megtalálni. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés volt annak idején, amikor ezt kitalálásra került, és én azt javaslom a képviselőtestületnek, hogy részt vehetnénk az elkövetkezendő évben is, mert ezzel az összeggel, amit ugye támogat, vagy meg az polgármester asszony felteszi szavazásra, hogy a módosítani, hogy már szerintem az összegemelésre kerül. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm. A magam részéről is egyetértek rendszerűen abban a tekintetben, hogy ez a fajta felajánlás maradjon, őrizze meg továbbra is a civil jellegét, és ne kerüljön bele a költségvetésbe, hiszen a szociális rendeletünknek a felülvizsgálata előtt állunk, ez egy előttünk álló nagy feladat. Ez azt gondolom, hogy meg kellene tartani ennek a kezdeményezésnek ezt a jellegét. Ugyanakkor költségvetésetek az összegszerűsége pedig az az, hogy én úgy gondolom, hogy csak a lejje annak, hogy a 100-150 000 forintra emeljük, és egyébként pedig mindenkit arra biztatok magánemberként is, hogy járuljon hozzá ehhez a kezdeményezéshez. Ezt nem tudom feltenni szavazásra, ugyanakkor a javaslatot felteszem szavazásra, tehát aki egyetért azzal, hogy kerüljön bele a jövő évi költségvetésbe a képviselőasszony javaslata szerint, akkor azt kérem, hogy készfelelődéssel jelezni szíveskedjen. Akkor 9. Nem? És akkor azt tudom erre mondani, hogy akkor majd a szociális rendelő módosításánál semmi értelem is. Értem. Tehát akkor 0 igen, 0 tartózkodás és 9 nem szavazattal megállapítom, hogy ezt a kezdeni. Szavazás. Csak azért szeretném tisztázni, hogy a módosító indítvány nem kapta meg az elfogadáshoz szükséges többséget. Igen. Ugyanakkor feltenném a másik képviselőasszonynak a másik javaslatát, hogy ezt az egyszeri összeget 100 000 forintról idén 150 000 forintra növeljük. Aki ezzel egyetért, kérne a készfelemelésre jelezni szívesen. Akkor megállapítom, hogy egy hangot. Igen, elfogadtuk, minden a nem jó tartózkodással. Helyzet, hiszen választások után vagyunk,
Ezért nyilván nagyon fontos, hogy az új képviselő testület tisztában legyen azzal, hogy honnan indulnak. Még akkor is, hogyha ez évközben történik, ugye itt a valójában ha egész hónapot nézzük, akkor novembertől, 7 hónap van hátra az évből. Valójában a költségvetés nagy része már megvalósult. Nyilván vannak amelyek nem, benne van az anyagban, hogy ezért a beruházások, a projektek megvalósítása nem egészen olyan ütemben zajlik, mint ahogy azt még évelején láttuk, de majd erről kapunk külön tájékoztatást, úgyhogy ebben az anyagban ez csak érintőlegesen van benne. Mindenesetre összességében azt örömmel mondom is, és örömmel fogadja szerintem a fő képviselő testület, hogy a régi testület úgymond megébredt polgármester úr vezetésével betartotta erre az évre vonatkozó előirányzat időarányos felhasználását, és ez a lényeg, hogy ez időarányos felhasználás. Mert ha ez nem van vezetve az anyagban, tehát minden az önkormányzati kör is és a társulási kör is, mert most itt azért fontosnak tartottam, hogy a társulásba tartozó intézményt, a Szociális Szolgáltató Központot is bemutassuk, hiszen az is a mi intézményünk valójában, csak társulási formában gazdálkodik, de a költségvetés időarányos szint alatt teljesül, tehát 80%-os teljesülési szintet mutat, és hát lehetne időarányosan, pontosan számoljuk 83%, ez nagyon fontos, hogy a 3% egy 7 milliárdos működési költségvetésnél, tehát nem terhelte meg az új képviselőtestület működését erre az évre sem a régi testület. Egyébként a legfontosabb mutatószámokat mutatjuk be ebben a tényleg rövid tájékoztató, mert egy beszámoló ettől sokkal terjedelmesebbnek, amik megvannak a formai követelményei szabály által. Úgyhogy ez csak azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket fontosnak tartunk, hogy az új testület tisztában legyen vele. Tehát lényeges az eszközök források értéke, tehát a mérleg, lényeges a követelés, a kötelezettségek nagyságrendje, lényeges az, hogy a bankszámlán egyenlege mit mutatott október 31-én, lényeges az, hogy milyen hitelállomány örökölt meg az új testület, illetve van-e még a hitelkeret szerződésről fennmaradó hitelállomány. Úgyhogy ezek azok a legfontosabb mutatók, amelyeket tartalmaz ez a kis rövid tájékoztató, és ez összességében egy stabil, megalapozott gazdálkodást mutat. A fizetőképesség az önkormányzatnak egyébként egész évben biztosított volt, jelenleg is biztosítva van. Ez persze nem jelenti azt, hogy biztosulunk, mert azért az is benne van, hogy 2 éve a eljadó bevételünk az jelentősen csökkent, és most mindegy, hogy kiugró évek voltak azok a 16-17-es évek, de ugye valahol arra állt be a kiadási szint, és onnan nagyon nehéz visszalépni, tehát érződik azért, hogy a megtakarításaink, amelyek egy nagy biztonságot jelentettek, azok elolvadtak az elmúlt 2 év alatt, de természetesen a építitelkeret, ami mindig jelenleg 100 millió forintos nagyságrend biztosítja a számlavezetőnk, az mindig kisegít bennünket. Egyébként érdekesség sajnos, hogy így kell mondjam, hogy a banki napok több mint felében építitel igénybevételére szorultunk ebben az évben is, de ez nyilván nem csak abból adódik, hogy is bérünk úgymond, hanem abból is, hogy nagyon ciklikusan jelentkezik az önkormányzatnak a bevétele, tehát legfőképpen ugye március 15, szeptember 15, illetve december vége, amikor ugye az adókafizetési időpontok vannak, akkor több
akkor még akár megtakarítás is képződhet, de a többi időszakban viszont kell, hogy besegítsen a kritikát. Köszönöm szépen, hát a kérdéseket várom aztán. Kérdés. Nekem nem egy kérdésem, elég nagy összeg ez a 150 millió forint, hogy kevesebb iparizési adó folyt be, hogy lehet-e tudni ennek az okát? Tehát, hogy valaki esetleg mennyire adódik, hogy a gazdasági évek változásai összeadódtak, vagy mi lehet ennek az oka? Tehát, hogy túl nagy összeg. Egyenként válaszoljuk, vagy majd ha mindenki feltette a kérdést? Számomra ez az előterjesztés, mint a régi és a új képviselőtestület tagjának itt nagyon fontos dokumentum. Tehát ez azt bizonyítja, hogy nem csak igaz, hogy a címe az, hogy 2019 év egy 10 hónap, de az elmúlt 5 év alatt is a testület felelősséggel gazdálkodott, jól sápátított tudott részvételével és a vagyoni egyetek gyarapodott. Én az előterjesztés szövegébe nem is igazán akarok belemenni részletekbe, az összefoglalást szeretném ismertetni, amivel teljes mértékben egyetértek. Hát ahogy az előterjesztő elkészítette, ez így hangzik, összefoglalva az év első 10 hónapjának a költségvetései. A költségvetési az, hogy stabil, kiegyensúlyozott, folyamatos fizetőképességet biztosítanak. A teljesítési adatok takarékos gazdálkodást mutatnak, hiszen a működési kiadások a időarányos teljesítés százalékban maradnak. A beruházási kiadások a tervezethez képest nagyon alul teljesítettek, 24%-osan, ennek oka az uniós topos projektek lassú előrehaladása. Az önkormányzat augusztus hónapban eleget tett a Debreceni Vízmű ZRT javára második bírósági ítélettel megállapított fizetési kötelezettségének, viszont az elkövetkezendő két önkormányzati ciklus alatt kell az erre a célra felvett 110 millió forintos hitelt visszafizetni. Ugyancsak 10 éves futamidejű a beruházásokra felvett 200 millió forintos hitel. Az önkormányzat saját bevétele kellő fedezetet nyújt a hitelek visszafizetésére. Az év hátralevő részében folytatni szükséges a takarékos gazdálkodást, hogy a 2019 évi költségvetés tervszámai be tudjuk tartani. Az anyagi forrásaink számbavételével prioritást élveznek az uniós projektek szabályszerű, a közelműködő szervezet által megegyezett határidőben történő megvalósításuk. Ennyit szeretném elmondani, és én köszönöm szépen a hivatal értékelését, számomra nagy megnyugtatást jelent. Köszönöm. Elsőként akarok mondani, hogy köszönöm szépen. Nagyon jó, hogy a új képviselők is kapnak információt, de nekünk is, a végieknek is.
szükségünk volt erre, hogy a nyelvítani végesek 10 hónapjában, és javaslom, hogy a bizottságok is, a dolgos, mert a külső tagok is hallgassák, kapják meg ezt az anyagot. Különösképpen nyilván a gazdaság stratégia, a városfejlesztés és a pénzügyi bizottságra gondolok, de nem állt, ha a többiek is megkaphatnák, hogy belelássanak. Én ezt megállapítottam, hogy a közhírekkel ellentétben nincs csődben az önkormányzat, ugyanis még a hitelképességét sem merítette ki, sőt a likviditást sem vette igénybe. Az év során valóban a kiegyensúlyozott és a biztonságos gazdálkodás volt a jelentő. Mutatja ezt az is, hogy az intézmények részére már előre, az intézményektől és a KFT-től is már előre meg lett vonva 10%-os dologi megtakarítás, éve tüntet valakinak neveztük. És gyakorlatilag október 1-én lett ez került feloldásra, miután a vízikőzőkkel rendeződött. Azért, hogy nem szabad elszaladni a jövőben sem, hiszen itt a 150 millió forintos iparüzési adó kiesés 2 év alatt azért ez egy óriási érvágás az önkormányzatunk működésében. Hát reméljük azért majd a december 20-ai feltöltések esetleg majd másképpen mutatnak a jövőre vonatkozóan, legalábbis bízunk benne, mert nyilván ezt ők tudják hallgatótól. Mindezek mellett ugye a kint lévőségek ugye fel vannak sorolva szakszatívan, el kell gondolkozni, hogy mit kezdünk ezekkel, mert azért vannak itt 20 évre visszamenőleges kint lévőségek is, amik elhagyhatatlanok most is, és a jövőben is, hogy érdemes ott költöztetni. Hát majd nyilván testületben felé fogok benne. Látjuk továbbá, hogy ezében a TRV sem fizett bérleti díjat, ugyanis veszteséges volt az elmúlt évi tevékenysége, mondván. Hát ugye nem látunk bele a könyvelésében, ugyanakkor az önkormányzatunk azért a kisebb volumenű felújításokat és a beruházásokat, ami már 15 millió forintot tett ki, azért az helytált. És akkor ennek ellenére még itt a helyreállítási munkákat sem végezték el, lásd a főutcán ugye a kerékpároknál a felbontás nincs helyreállítva, több utcában nincs helyreállítva az aszfalt vagy a köves útnak a felbontása. Tehát én úgy gondolom, hogy ha egyik oldalt korrektnak tartani, a másik oldalt is korrektnek kell lenni, és én javaslom mindenképpen, hogy kerüljön felülvizsgálásra a TRV-vel kötött üzemeltetési szerződésük, vagy valamilyen olyan helyzetet kiharcolni, hogy belelássunk az eredménybe, legalábbis a nádudvari eredménybe vagy vesztességbe, mert tetszük így ezzel érjük a gyerünknek, nem biztos, hogy helytállunk. Beszélni kell itt a saját tulajdonú gazdasági társaságunkról is, nem megváltóan, de tájékoztató társképpen azért, hogy önök is nem tudom, hogy mennyi a kintlévősége vagy a kötelezettsége, de azt ugye el kell mondani őszintén, hogy az elmúlt években azért folyamatos likviditási gondok voltak. Nyilván ez kedelte az önkormányzat, egyrészt eredetekkel, másrészt tagi kölcsönnel, illetőleg kedességnyújtással a folyószámla hitel igénybevétele folytán, de nem tudom, hogy egyedül csak a nemzeti hulladékkezelő közszolgáltató késlelt fizetése okozza a likvid problémát, hanem valami más is. Esetleg a feladatellátásnak a finanszírozásával lehetne gondok, vagy egyáltalán felülvizsgálni, mert ugye 2017-ben adott az önkormányzat tagi kölcsönt, és ugye 14 millió forintot nem tudott visszafizetni még, mert hát nyilván akkor ezt lehetett volna neki a likviditását, vagy a biztonságát.
Aztán ugye, hogy még nem tudta kifizetni a 10 millió forint összegben a bérleti díjat, illetve az október 31-én a folyószámlán internetének a felhasználása, ugye 13 millió forint feletti. Tehát ő is a mi gyerekünk, a KFT, tehát kell foglalkozni őnek is a kifizetési helyzetével. És ugye ezzel túlmenően, ugye az önkormányzat, vagy bocsánat, a beszámolókon május 30-án felhívta a könyvvizsgáló a figyelmet a képviselőknek, hogy ugye a 35 millió feletti rekultivációs alapról nincs meg a pénzügyi fedezet, nem áll rendelkezésre. Tehát, hogyha itt a rekultivációs munkálatokra kell gondolni, akkor ezzel is tisztában kell lenni, hogy ez a pénz azért nincs meg. Tehát én csak ki akartam egészíteni ezekkel az anyagot, és mondom még egyszer, nem bántóan, hanem tájékoztatóképpen és segítség nyújtásra felhívni a figyelmet, illetve a megoldást keresni. Köszönöm szépen. Mint az előzett képviselőtestületnek és ennek a képviselőtestület tagja, nagyon örülök ennek a beszámolónak, és köszönöm a hivatalnak a projekt előterjesztést és a projekt helyzetfelmérést. Egyrészt engem megnyugtat az, hogy abban az időben, amikor a másik képviselőtestület volt, megalapozott döntéseket hoztunk, nem szálltunk el idézőjelbe magunkkal, és azt pedig örömmel tölt el, hogy ez a képviselőtestület is biztos alapokon tudja kezdeni a munkát. Tehát a munkához megvan a pénzügyi hátteret. Én a többit nem szeretném ezt lakozni, köszönöm képviselőtársaimnak, akik elmondták, úgyhogy csak egyet szeretném hozzá. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Csatlakozok Erzsikéhez abban, hogy az intézmények is takarékos gazdálkodást folytattak, és tényleg betartottuk azt, amire fel voltunk szorítva, és továbbra is ez a szellem, mert úgy gondolom, hogy nem kell szólnunk a pénzt. Biztosan láttátok, itt az uniós pályázatokkal kapcsolatosan van egy kérdés, és én csak egy kiegészítést szeretnék, illetve tájékoztatást szeretnék a képviselőtestület azon tagjainak, akik esetleg nem figyelték, a művelődési központnak volt két uniós pályázata, amelyet megnyertünk, és ez most a második éve tart már, és a sajnos januárban, illetve jövő év márciusában be is fejeződik. Ezt most csak azért említem meg, mert ebből a két pályázatból nagyon sok rendezvény, többek között városi rendezvényt is finanszíroztunk, illetve próbáltuk úgy felhasználni ezeket az összegeket, hogy lehessen belőle gazdag és színes programot kínálni. Ez sajnos véget ér, és most jelen pillanatban nem látunk még ezen a közművelődés területen ilyen uniós pályázatokat. Amennyiben lesz, biztosan élni fogunk a pályázati lehetőséggel. Én ezt most csak azért mondtam el, hogy egy kicsit a továbbkutatásra sarkaljam a testületet, hogy próbáljuk úgy gazdálkodni, hiszen az igény megvan város részéről rendezvények és programokra, hogy ez sajnos megszűnik ez a forrás. Én köszönöm szépen a tájékoztatást és további gazdálkodást. Takarékos gazdálkodást fogunk folytatni. Köszönöm a szót. Én is azt szeretném elmondani az észrevételt, illetve csak köszönöm a tájékoztatót, amelyik valóban teljes körültekintést mutat. A Erzsike említés lett a vonatkozóan kívüli 110 milliós forintos hitelt vett fel az önkormányzat. Mind a mellett a önkormányzat követelései számszakilag tulajdonképpen majd tudnánk fedezni azokat a
azokat a, vagy ezt a 110 millió forintos hitelt, ami kint, úgymond kint végülsége van az önkormányzatnak. Egyebek között nyilván tudom, hogy ez egy szeptember 30-i adat, és ebben változás tapasztalható lesz egészen biztos. Azonban a helyi adók tekintetében itt nagyságrendelként 40 millió forintos követelése van az önkormányzatnak például, hogy ezek hogyan lehet, hogy mind lehet ezt úgymond érvényesíteni, hogy ezek megtörténjenek, és akkor a többiről nem is említettem, mert mindenki tudja is látni, hogy mennyi kint lévőségek a követelése van az önkormányzatnak. Mind a mellett, hogy a gazdálkodó szervek takarékos gazdálkodása mellett úgy gondolom, hogy szélszerűen ezt a volna is megvizsgálni, hogy ezekből az önkormányzat viszontláson a lehetőségeket. Hát ez már következő napi rendi pontnál a részletesen megmondásak, ugye ez a napi rendi pont, nem az a napi rendi pont, de képviselő asszony azért csak itt a KFT ügyeit előhozakotta, én örülök, meg úgy gyerekünk lesz, 3-4 éves beszámolnak majd a következő testületi ülésen, készítjük is. De azért, hogy ha ilyen pánikóval ne nagyon menjenek haza a képviselők itt hirtelenjébe, azért azt tegyük tisztába néhány dolgot. Bérleti díjat, az elmaradt bérleti díjakat a hulladék gazdálkodási eszközökre, amit tavaly előtte elmaradt, ez a Nádorói Nonprofit Kft. 20 millió nettó értékbe az idén befizette az önkormányzatnak. Van egy 5 millió forintos kiszámlázó fél éves díj, azt még nem. A tagi költség visszafizetésére december 31-ig van határidőnk. Én úgy gondolom, hogy azt tisztességgel meg fogjuk fizetni. Azt tudni kell, hogy a... Évvégéig. Igen, az ön, a KFT a beruházása a hulladék telep fejlesztésére való 66,1 millió forintos hitelét rendszeresen, tisztességgel mindig törleszti. Jelen pillanatban azt nem mondom, hogy tisztetetlen számlák nincsenek, mert azért ez folyamatosan mindig valami tisztetetlen számlák, azok nincsenek. Gyöngyika, ha ránéz, mert ugye a kontrollban benne van a bankszámláink, a mai napon a bankszámláinknak az összessége az plusz 31 millió forintot mutat. Én azt nem gondolnám, hogy illetve adókat rendesen fizettek az önkormányzat felé, azt is elég szépen tisztességesen. Nem gondolnám, hogy olyan negatív szájízzel kell lenni most ezt a... Én biztos vagyok benne, hogy a 3-4 évet beszámolóhoz én szeretnék majd egy ugyanilyen tájékoztatást a képviselő, meg a régi képviselő felé is, mert azért, hogy lássák, hogy most az anyagi, pénzügyi, gazdasági, meg vagyoni helyzete mi a cégnek. Egyébként a cégnek önmagában csak 100 millió forint a vagyoni értéke, ami ugye 5 millió forintról indult, vagy nulláról pontosabban a törzstőkéje, meg hétszereződött a 10 év alatt, és jelen pillanatban a fizetési problémája is. Nem is várunk ilyen fizetési problémát, az NHK-s finanszírozás okozta itt a legnagyobb gondokat 2016-ot követően, amikor a szerződéses állományt rendbe tette az önkormányzat és a KFT közötti szerződéses állományt rendbe tettével. Jelen pillanatban, ha tartja az NHKB azt, hogy most már 60 nap körülre fizet, ez már eredmény, mert volt ez 180 akárhány nap is, és csak előlegeket fizet, nem végleges összegeket fizet. Most 58.-9. napon fizetett, tehát azért ez már majdnem eredménynek tekinthető. Egy viszont biztos, hogy a folyószámla hitelünk, ami 35 millió forintos keretű, azt tulajdonképpen el is viszi ez a finanszírozás, tehát minden más nekünk a saját bevételeinkből kell finanszírozni. Én még egyszer meg akarom erősíteni, hogy azért pánikot keltő helyzet nincs a KFT-nél. Köszönöm szépen! Csak nagyon röviden szeretnék reagálni, csak
csak egy dologra, egy dolgot szeretnék elmondani. Tehát minden beszámoló, vagy minden tájékoztató egy adott napra kell, hogy szóljon. Hát ez most október 31-e volt, az akkori állapotnak megfelelően rögzítettünk mindent. És nagyon nehéz ezt így, ugye már most azóta is eltelt egy hónap, és nagyon nehéz úgy megélni ezeket a tájékoztatókat, hiszen egy folyamatos működés áll mögötte, a gazdálkodás nem áll meg, nem az élet, úgymond. Tehát minden változik. Nyilván az is igaz, hogy ebben az anyagban úgymond le van írva, nyilván az is igaz, hogy a mai napra, hál' Istennek, a KFT-nek az anyagi helyzete is sokkal jobb, mint október 31-én volt. Az önkormányzatnak sem ugyanez már a számla egyenlege, meg a követelés vármánya, tehát minden változik. De ugye egy adott beszámoló, egy adott tájékoztató mindig egy magadott állapotot tükröz. Egyébként örülök annak, hogy így a képviselő testület tagjai, főleg ugye a régi tagok, akik a régi testületben benne voltak, hogy megnyugvással és megelégedéssel fogadják azokat az eredményeket, amit ebben az évben valójában a munkásságok kapcsán elértek, és ezzel most itt ebben a beszámolóban szembesültek. Azt mindenképpen nagyon fontos elmondani, hogy a követelések állománya, ugye az a 124 millió forint nagyon nagy összeg. Főbb jogcímenként kiemeltük, ugye vannak benne különösen a szennyvíz érdekeltségi hozzájárulások, ugye a harmadik ütemű szennyvíz beruházásban nagyon sokan nem fizettek, és ahogy telik az idő, ezt mindenki tudja, ahogy telik az idő egy-egy kötelezettség megállapítását követően, fizetési kötelezettség megállapítását követően, annál nehezebb behajtani. Nyilván minden törvényes eszköz megragadunk arra, hogy a behajtással eredményt tudjunk felmutatni, de nagyon nehéz. Hát az, hogy fizetési felszólítót küldünk, az, hogy részletfizetési megállapodásokat kötünk, ezek természetesen ez kötelező, ezt felderítjük, új lakcímeket elköltöztek, öröklések, sajnos haláleseket következtek, örököseket kutatunk fel. Tehát ez egy borzasztó szerteágazó munka, sőt, még behajtó céget is alkalmaztunk már évekkel ezelőtt, de sajnos az sem túl siker, nem túl sikerrel járni, többe került, mondanám a leves, mint a hús. Mert volt egy alapdíja, vagy volt egy sikerdíja, és nem állt, majd csak nem hozott annyit, mint amennyit kifizettünk, tehát legjobban mi tudjuk ezt, akik itt élünk Nádorban, hogy felderítsük a tartozásukat, de nagyon nehéz behajtani. Minden esetre azt tudni kell, hogy a számítani előírás szerint ezeket a követeléseket értékesztve kell a mérlekben kimutatni, tehát nem ennyi összeggel áll a mérlekben, hanem értékesítve. Ennek megvan a szabálya, hogy hogyan, és ettől függetlenül nem leírást jelent ez, csak maga a behajtás valószínűsége egyre csökken, ahogyan az időben valójában egyszerűen kifejezve ezt jelenti. Fogjuk majd visszahozni előterjesztéseket a beszámolási időszak végén, hiszen amit behajtatatlannak minősítenek a szervezet, a valójogosult szervezetek, vagy mi magunk, akkor arról majd a képviselőtestület fog dönteni, hogy az nem is kerülhet be a mérnökbe. Tehát mindenképpen ezeket folyamatosan meg kell tisztítani, magyarán ezeket a követeléseket. Köszönöm szépen. Ha jól tudom, akkor a OTP-nél vezetett tanszámlát, hogy mindig szeret is a beinterjesztés részítség, az ugye? Igen. Megakadt a szellem, hogy a defibrillátorra maradt 35 ezer forint. Szervezhet még akciót? Folyamatban vannak egyeztetések más szervezetekkel, illetve
cégekkel. Természetesen... Vagy esetleg más tárgyú felhasználásra? Nyilván ez attól függ, hogy éppen aktuálisan partnered mire kívánja az ő által a szám összeget felajánlani. Nyilván, hogyha ő úgy gondolja, hogy defibrillátor támogatásra, vagy beszerzésére kívánja ezt felajánlani, akkor arra, ha ő egyéb más irányba kíván támogatást nyújtani az egészségre, vagy a szociális területen, akkor azt is nagyon szívesen fogadjuk. Természetesen a számla él, én gondolom, hogy ennek továbbá is van létjogosultsága. Pontosan azért, hogyha később ebben valaki még kíván erre támogatást szánni, akkor is legyen a magánember vagy cég, akkor ezt megtehesse. Tehát ez a papírunkban mindenki számára. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és én is tennék néhány gondolatot ehhez a tájékoztatóhoz, nem túl hosszan. Az iparőrzési adó kerül szóba, és itt mindenki minden megszólalásnak gyakorlatilag mindig ilyen csökkenésre beszélünk, de ugye a több éve visszamenőlegesen áttekint az önkormányzati költségvetési rendeletben ezt a sort, akkor valóban, ahogy Julikán mindenre ezek kiugró éveknek számítottak. Természetesen azzal, hogy van egy megszokott, így mondom, hogy megszokott mértéke a városban. Ez csak nálunk megszokott. Ugyanis, hogyha végig tekintjük akár a megye, akár Kelet-Magyarország hasonló helyzetű, társadalmi helyzetű, lakosságú, intézményi ellátottságú településeit, akkor ilyen mértékű iparőrzési adót valószínűleg nagyon vagy nagyon kevés helyen fogunk találni. Ennek köszönhetően egyébként, hogyha megnézzük, hogy az SMS-ben azokat a kötelező feladatokon túlmenő önként vállalt feladatoknak a számosságát és sorát, akkor megállapíthatjuk, hogy bizony nálunk a város önkormányzata számos olyan önként vállalt feladatot lát el, ami biztosítja a lakosságnak azt az igényét, amelyek felmerülnek, és adott esetben olyan igényeket is, ami ugye nem tartozik a kötelező feladat ellátás körébe, de tekintettel a speciális helyzeténél fogva, hogy két szomszédos járás székhely között találhatóak vagyunk, és egyébként részletekat azért mégiscsak egy népes településnek tekinthető a kisvárosok sorában. Igyekszünk a lakosság irányába ezeket a feladatokat maga szintén ellátni. Néhány operatív dologra hagy reflektáljak. Szóba került a TRV, illetve ezek a bontások, illetve helyreállítások. Az elmúlt héten levélben fordultam az itteni üzemeltetőnek a vezetőjéhez, ahol tételes felsorolásra kerültek ezek a helyek, ahol ezek a megbontások történtek. Kértem a tájékoztatást, illetve a helyreállítást, azzal együtt, hogy ezt a levelet a szolnoki igazgatósághoz is megküldtük. Nyilván én ilyen szempontból úgy szereplő vagyok a rendszerben, szeretnék vele megismerkedni, és ilyen értelemben is a kapcsolatfelvételnek egy útját, módját keressük, és jeleztük ezeket, várjuk ezekre a válaszokat, hogy ezekkel tájékozódás szintén, amikor mi fog történni ezekkel a megbontásokkal. Nyilván ez nem csak a vízmű esetében tűnik problémásnak, hanem más közszolgáltatók vagy közművek esetében, és ezeket időről időre megpróbáljuk összegyűjteni és kezelni. A rekultiváció, van egy kötelezettség vállalás ebben, illetve egy hatósági által megszabott határidő, ami, ha jól tudom, már 4 éve ketyeg, 2015 óta, és most a legújabb határidő az 2019. december 31. Természetesen ennek a kezelése is elindult, oly módon, hogy kérni fogjuk a hatóságot a hosszabbításra, hiszen fizikálisan az jelen költségvetésből és jelenleg nem tudjuk erre a határidőre elvégezni, azzal jelezve a szándékunkat, hogy ez változni fog, hogy kezdeményezni fogom az újabb indikatív árajánlatok bekérését a rekultivációs tevékenység elvégzésére vonatkozóan. Ezeket majd, amikor
megtörténnek ezek a lépések, akkor természetesen a képviselőtestület fogja tárgyalni, és akkor tudjuk azt eldönteni, hogy vállaljuk-e, vagyis milyen kötelezettségekkel, mely évekre és mennyire kiterjedően vállaljuk ennek a tevékenységnek az elvégzését, hiszen a hulladék gazdálkodás az ugye kötelező feladatellátás körébe tartozik, tehát ilyen értelemben is történtek lépések. Összegzésképpen pedig én úgy látom, hogy stabilitási törvényben, költségvetési törvényben, az államháztartásról szóló törvényben foglalt nagyon szigorú követelményeknek, azt gondolom, hogy Nádudvar város önkormányzata maradéktalanul megfelel. Az az összegzés, ami az összefoglalóban megfogalmazásra került, hogyha ezeket a jogszabályokat beidéztük volna, és számokkal is pontosan precízen alátámasztottuk volna, akkor ugyanez a kép rajzolódik ki. Egy reális, stabil gazdálkodású önkormányzatról beszélünk a mi esetünkben, és én ezekben szeretném kifejezni a köszönetemet a hivatalnak, hogy partner volt ennek az anyagnak az elkészítésében. Nagyon megköszönöm Gyöngyike munkáját, aki vezette ennek az elkészítését, hogy az elkövetkezendő időszakra megkaphattuk ezt a részletes és megítélelő szállást. Ha pedig nincs további, akkor ugye ez egy tájékoztató, amiről olyan módon fogunk szavazni, hogy aki a tájékoztatóban foglaltak, az tudomásul veszi. Azt kérem, hogy ezt tiszteletben. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangul a 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtuk Nádudvar város gazdálkodásáról és nagyon a helyzetéről szóló első 10 hónapra szóló tájékoztatóját, és rátennék a következő napi pontra, ami pedig beszámoló az önkormányzat 2018. évi adóztatási tevékenységéről. Szeretnék felkérni Kovács Mónikát az előterjesztés bemutatására és kiegészítésére. Mint ahogy korábban is előadó nevette, ezt a beszámolót minden évben a képviselőtestület elé kell terjeszteni. Ennek elsősorban inkább olyan célzata van, hogy a képviselőtestület megismerje a konkrét számokat az egyes adóztatási tevékenység során, illetve hogy milyen sokrétű, milyen kiterjedt ez a munka, amit a helyi adóztatás tevékenységgel kell végeznünk. Hát gyakorlatilag ez egy lezárt évet mutat be. Ezek a számok korábban már esetleg ismeretesek voltak a önkormányzat 2018 évi beszámolójából, de ez részletesebben tartalmazza a folyamatot, és próbáljuk úgy bemutatni, hogy akik esetleg nem ismerik, hogy mennyire, milyen jellegű tevékenységet végzünk, azok megismerhessék ebből az anyagból. Itt érnék ki a követelések behajtásával kapcsolatos kérdésre. Hát ez egy nagyon nehéz része az adóztatási tevékenységnek. Ugye minden olyan adóval kapcsolatos, vagy adók módjára behajtandó köztartozást az helyi adóhatóság végrehajtás útján végezhet, amit a jogszabály megenged. Ennek megvannak a szabályai. Mi a helyi adóhatóság részéről azt az elvet követjük, hogy próbáljuk a fokozatosságot megtartani, tehát nem rögtön úgymond letiltjuk az adósnak a számlájáról az összeget, hanem megpróbáljuk felhívni a figyelmet. Rengeteg felderítő munkát jelent ez, egyik más adat, ami alapján egy behajtást elindíthatunk, akkor nem tudjuk ezt a hátralékot beszélni.
pillanatnyilag a döntően beszámolójában is benne van, hogy iparizési adóból október 31-ének 12 millió forintos hátralékunk van. De az én beszámolóban kitűnik, hogy időközben van olyan cég, 16 cég, akik elszámolás, illetve végelszámolás alatt állnak, akiknek, mint leírtam, nincsen olyan vagyon, nincs olyan vagyoni helyzete, ami alapján mi a felszámolótól követelhetnénk az itt lévő követeléseinket. És ez eleve egy ilyen 4 millió forintos összeget jelent. Tehát, hanem én ezt leveszem, mert ugye jelenleg is fennáll ez a tartozások ezeknek a cégeknek. Ha leveszem ezt az összeget, akkor már 58 millió forintot jelent, október 31-re állapot szerint. Természetesen a legnagyobb problémátok a terhelési díjhátralékunk okozza, mert mint ahogy tudjuk is, a harmadik ütemhez kapcsolódóan, az ennyi beruházás harmadik ütemhez kapcsolódóan, azon a részen történt a beruházás, ahol a legszociálisabban rászorultabb lakosság lakik, abból is látszik, hogy nagyon sokan nem kötöttek el, mert tudják megfizetni a 125 ezer forintos vízitőző hozzájárulás sem, ahhoz, hogy ráköthessenek, és mivel nem kötnek rá, ezért a törvény kötelez bennünket a talajtermelési díj beszedésére, de óriási erőfeszítéseket teszünk meg, hogy tudjunk valamelyest csökkenteni ebből az összegből, amit sajnos nem tudunk, mert nincsen olyan anyagi helyzetük, hogy úgy egyelőre ennyi, aztán, hogyha esetleg lesz kérdés, akkor szívesen válaszolok. Csak annyit tennék hozzá, hogy tehát nem úgy értettem, hanem számszakilag, hogy van 110 millió hitvég hitele a városnak, de azért a vélet másik oldalán szerepel egy közel ugyanannyi, vagy ugyanannyi nagyságrendű követelése is a városnak, ami nyilván most behajtható, vagy nem behajtható, az nyilván már technikai kérdés, és azt már a később évben lehet realizálni. Nem tudom, az összegzés azt, ha eljutunk, vagy már eljutottunk. Egyetlen észrevételt szeretnék tenni ezzel kapcsolatban, amit nekem kellett, és úgy gondolom, hogy ez teljes mértékben fedi a valóságot, és teljes mértékben igaz. Az pedig az, hogy a adóhatóság célja a közvetlen és humánus kapcsolat kialakítása az adózókkal, hogy ez egy teljesen pozitív és nagy megelégítéssel bíró mondat. Én úgy gondolom, hogy ez az összegzésnek a bármi kérdés. Hozzászólás ízterében. Akkor szavazásra teszem fel a beszámolóhoz kapcsolódó határozati javaslatot. Kérem, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, magállapotban 9 igen szavazattal, 1 hátulra beleszületett a statisztikusból elfogadta a testület a kormányzat 2015 évő hozzatási felépéséből szóló beszámolni, hogy szeretnék megköszönni a hatállapotot, a részletesen tájékoztatás. Következően a pillanatban. Tájékoztató Nárudvarás önkormányzatának terület és település fejlesztési operatív programból támogatott projektjének előrehaladásáról. Ahogy a költségvetés ezt hasonlóan, tehát az önkormányzat gazdálkodásához hasonlóan itt jelen esetben a beruházásokra fókuszálva kértem tájékoztatást, ami jelen tájékoztató nem az összes olyan megvalósítás alatt álló projektőnek jelenti, amelyek jelenleg zajlanak, nem tartalmazza például az EFOP-os projekteket, illetve a vidékfejlesztési
programban támogatott projekteket, kifejezetten a területes település fejlesztési operatív programból támogatott projekteket fókuszál, és igyekeztem arra kérni a előterjesztés készítőjét, hogy a projektmenedzsmentet jelenleg hívő szervezetben notifikálják, hogy olyan lehetőleg részletesebben mutassa be ezeknek az előrehaladását. Ez található ebben az anyagban. A harmadik oldalon egy elírás található, amit javítani szükséges. Itt a Magyar Szintén Kutya Kulturális Tanácsos Útvonal 6. negyében című projekt vonatkozásában az utolsó oldal. A projekt Nádudvarra eső eredeti költsége nem 95, hanem 100 millió forint volt, amely a közös tevékenységeket végző konzorcium vezető költségvetésébe történő átcsoportosítás után 95 millió forintra módosul. Ehhez annyi kiegészítést tennék, hogy itt ugye egy konzorcium projektről beszélünk, amelyet 7 települési önkormányzat és a megyei önkormányzat egy konzorcium vezető valósít meg. Ennek a projektnek az elkészítése során az eredeti költségvetésben úgy álltak össze a számok, mintha 8 különálló, önállóan és beadható projektnek a költség struktúráját állítottuk volna össze. Azért mondom ezt így, mert előzőleg én foglalkoztam ezzel a projekttel. És már akkor is ugye tudva lévő volt, hogy amennyiben támogatást nyer a projekt, vannak olyan közös tevékenységek, amelyeket a konzorcium vezető tud végrehajtani, és ezt a későbbiek folyamán át kell csoportosítani, hiszen a projekt vonatkozásában a kötelező nyilvánosságnak például, vagy csak például a megvalósítása nem 8 különböző tevékenységet fog jelenteni, hanem ezt a tevékenységet projekt szinten kell megvalósítani. A marketing tevékenység nem 8 különböző egységből áll össze, hanem mivel kulturális tematikus útvonalról beszélünk, ezért ennek egy egységes marketing arculata és tevékenységei lesznek, és a műszaki ellenőrzés vonatkozásában is szolgáltató az, ahol ezt a tevékenységet végzi. Ez a módosítás egyébként már az év folyamán megtörtént, tehát így a Nádudvarra eső költség annyival csökkent, ami egyébként a többi Nádudvarra megvalósítandó tevékenységet, tehát a beruházást. Kérdés. A Zöldváros kapcsán már kaptunk egyfajta tájékoztatót a költségvetésnél a fizikai előrehaladásról. Az a kapcsolatban ilyen kérdés van. A Mal utca, illetve a Mester utca környékén történt előállítása kapcsolatban, de azt említetted, hogy tulajdonképpen a projekt végélati oldala például rendben lesz. Nagyságrendben, úgy bízunk benne, igen. A kérdés van, hogy a föld felszínen felett említetted a fakivágásokat, illetve kérdéses volt az egy fal, gondolom az egy nagyon magas nyárfáról van szó, hogy akkor annak a eltávolítása az még döntés előtt áll, illetve meg kell várni. Ha ez a döntés úgy alapul, hogy azt ki kell vágni, akkor tulajdonképpen az összes fa eltávolítása került a lakótelepen nagyjából. Maradt egy. Igen, a kérdés az, hogy ez a forrás az milyen mértékű lesz, tehát konkrétan mennyi facsanat lesz telepítve, illetve a parkolók száma az mennyiben fog bővülni, vagy marad esetleg ugyanannyi, amennyi eddig volt. Ennek következtében, tehát gondolom, hogy több fal keves a parkoló. Nem. Oké. Okay. De, igen. Ennyi. Tehát, hogy mennyi fal lesz pótolva, vagy milyen mértékű lesz, remélhetőleg több fal lesz pótolva, mint amennyi eltávolítása kell. Jó, tehát akkor azon a területen egy biztos, tehát nem lesz kevesebb fa darabra,
ugye a csemetet alapvetően mégiscsak kicsi, de előbb-utóbb megnő. Az ölt felület mértékenyen csökken, egy pici százaléka, most hagyj ne mondja nézetmétereket, egy picit talán nő is, parkoló darabszám nem csökken, egy picit nő, de nem annak az ölt felület rovására, hanem úgy próbáltuk megtervezni, hogy használható is legyen, mert jelen pillanatban közlekedni nem lehet egy a parkolószámból. Egyes területeken kevesebbnek tűnik, de lesz a Malom utca egyik oldalán is lesznek még kiegészítő parkolók, tehát így összességében darabszámra is több lesz egy-két parkolóval. Az ölt felület nem csökken, egy picit nő. Lesznek ilyen faültetések csemetefákkal. Alapvetően azokra a fáknak a kivágására törekedtünk, ami eleve nem feltétlenül az útban lévő, és egy borzasztó ronda, nem tájba élő, kezelhetetlen, ezek a, és nem tudok senkit megbántani. A bodzafa nem. A bodzafa a lakossági kezdeményezése, meg ez a nyár a lakossági kezdeményezése ment. A bodzafa már ugye egy kicsit meg is indult, hogy a bodzafa már nincs is. A szakértő megvizsgálta, aztán már nincs is. A nyárfa még ott van annak a folyamatában, tehát egy fakivágás alapvetően úgy indul, ami ilyen nagy fa lakossági kezdeményezésre, nem pedig más ügyek miatt kerül, hogy megvizsgáljuk szakértővel. Mi a Csiha, nem tudom ki, nevezetű a Püspökladányi Farkasszigeti Arborétum szakmai igazgató emberrel szoktuk megvizsgáltatni a fákat, ő megállapítja, hogy milyen állapotban van, ha életveszélyes, akkor ugye kötelező, mert akkor kérelemmel fordulunk a önkormányzat felé, és akkor a kivágást engedélyezi, és meg szokta határozni, hogy hány darabot ültessünk helyette. A nyárfa az ugye kicsit megosztó a helyzet ebben az esetben, mert ott kezdeményezték, de ennek ellenére nem azzal kezdtük, hogy dicsük, borítsuk ki, mert van most, aki meg mellette kardos. Itt egy kicsit nehéz helyzetben lesz majd a döntéshozó, mert mi megvizsgáltattuk, a fakivágási engedélyt meg fogjuk érni a hivataltól, aztán a bölcsességére lesz ez bízva, amennyiben kivágásra kerül, biztos, hogy helyette újabb lesz megtelepítve, olyan helyre, ahol kevesebb ember zavar, bár van, aki meg nagyon ragaszkodna az a párhuzén. Igen, azért. Közműügyekben azért nem mondom, hogy minden mindig rendben lesz, mert egy csomó dolgot most is úgy kezelnek ott helyszínen a kivitelezők is, hogy hát később már reméljük nem kell bontani, illetve reméljük, hogy nem lesznek új vezetékek építve úgy, mint akkor megszokták. Azt tudjuk, hogy a vízvezeték régi, gázvezeték egyébként ezen a területen régi Nádudvaron, azon a részen a csatornázás is, amikor a társaságok épültek, akkor készült, az meg még szerintem rossz minőségben is. Nem nagyon törődtek azzal, hogy betartsák a szabályokat, a távközlési és most már az internet, ez az amaz, ezek a kábelek, azok meg aztán sem jelen, fölfelszínen. Tehát az alatt egy társadalmat vezetnek, mindenféle kábeljelző szalag nélkül, de nem csak azon a területen, ez egyébként jellemző a tevékenységükre, de úgy tűnik, hogy a leburkolt terület alatt most már nem találtunk olyat, ami veszélyes lenne. Feltétlenül lesz szükség bontásra. Igen. Nagyon sok közmű még ma is tartja azt a jó szokását, hogy úgy, ahogy akar, neki esik egy hibajavításnak, vagy akármit, aztán úgy állít helyre, ami nem megfelelő. Ugye ezeknek is meg lehet adni, például az a csatorna vezeték, amit ki kellett váltani, az biztos, hogy nem olyan szándéka, hogy kontraesések legyenek, úgy tették bele a földbe, de hogyha nincs homokáldozat, meg nincs rendesen megdöngőve, akkor a szét fog csúszni, és lehet, hogy ez egy év múlva fog szétcsúszni, és utána 30 évig észre se veszik csak a eltűnéseknél. Itt most tényleg törekednénk arra, hogy minden rendesen meg legyen csinálva. Fizikailag, aki ott lakik, azt tudja, úgy áll, hogy a bontások azok a belső területen, a teljes területen
el vannak végezve. A Manom utca felől le van szegélyezve, majdnem a terület feléig a parkolók, meg a közlekedő út, járdák még nincsenek. Van olyan parkoló terület, ahol már a ágyazati anyag is be van holva és burkolásra vár, mert ott azért halad most már a munka. Most a másik felén, a főutcai házak mögötti területen azért egy kicsit lassabban halad, mert most, hogy megszületett a gyűjtésekre a vizet, be kell vezetni, hogy ott a csatornázási munkákat végezték. A Zöldvárosból a kettes tó környezetében, a temető előtti területen is folynak a munkálatok. Ott földmunkákkal kezdődött el, de a múlt hét legelején megkezdődtek már ott is. Már nem csak tükör van, hanem a bekötőknek a szegélyek. A Kősándor utcában lesz valami? Nem a Kősándor utcában. Nem. Most is van, akkor az volt magánjelvű építkezik. Az magánjelvű építkezés, amiről te beszélsz. Igen, ott egy telepeinek a parkolóban egyébként. Nem ez a jó. Csak majdnem egyből függ a... Hát igen, messze van még az attól, de szegélyezések megvannak. Aszfaltozás előkészítésére a területet csinálják most a kondiparknál. A bekötő út összeszegélye már elkészült. A egyes tónál ugye nem mennek a munkák, a piacon nem mennek a munkák. A turisztikához még nem kezdődött hozzá, ami a kettes tónál lesz a építkezés. És a oktatóvás projektből, amely a Szűkék útja projektből, a hivatal régi szárnyának átépítésének ott már a bontásokon egy részén, ami a megóvás. Tehát azok elkészültek, azok maradtak benne, azok a választalak, ami még az itteni falkivágáshoz szükségesek. Most már kezd alakulni, hogyha majd éppen valakinek eszkedve és bemelészkedik kísérővel oda. Most már majd nagyjából látszik, hogy megkérdelekről beszélgetünk ott, meg hogy fog az előbb-utóbb kinézni. Hát itt is elkezdődtek a munkák, de ezt azért nagyjából látja mindenki. Belül már előbb-utóbb ki van vele az épület, a fölén gerend átlátszanak meg a tetőszerkezet belülről. Tulajdonképpen így áll a dolog, minden héten van, hogy a szemléje a műszaki ellenőrnek, és szükség szerint a munkahelyszíni egyeztetéseket ezekben az ügyekben. Semmi baj. Úgy látom, hogy a topos projektek egy kivételével mindegyiknél a befejezés határideje módosítását kértétek. Van minimális esélye annak, hogy ezt nem kapja meg valamelyik pályát? Hát, én nem gondolnám, hogy ilyen esély lenne, de megadta a választ. Polgármester asszony. Az a helyzet, hogy általában ezek a határidő módosítások még projekt előtt tudnak megtörténni. Egyes projekt esetében nem ér. Eredeti határidő lehet. Az a pályázati felhívásokban a megvalósításra álló határidőt nem minden esetben használtuk ki eredetileg. Tehát ha 36 hónap volt, akkor az eredeti támogatási szerződésben akár kevesebb idő alatt is lehetett vállalni, mint ahogy az több esetben is így történt, például a Magyar Szűkék esetében is, bár 36 hónap alatt van lehetőség a megvalósításra, de az eredeti támogatási szerződés ennél kevesebb időről szólt, mert akkor még úgy kalkuláltunk, hogy ez meg tud valósulni. Látszott, hogy különböző műszaki tartalmi problémák, fedezett hiány, és egyébként eljárásrendi határidő módosítások miatt, tehát ez általában ilyen több szereplős játék, ez utána is nem tud megvalósulni. Jelenleg már a legtöbb esetben ez a 36 hónap úgymond ki van feszítve. Ezeknél a projekteknél most ez a 36 hónap a turisztikánál 2020 nyarán fog letelni. Azt gondoljuk, hogy ez még elegendő lehet a megvalósítása. Ha még ez sem lenne egyébként elegendő, egyedi kérelemmel lehet fordulni az irányító hatósághoz. Tekintetek például a Szociális Várostáhabilitáció szolgálatnak, mondjuk egyébként bőven benne vagyunk az idejében. Igen. Illetve a Zöldváros esetében úgynevezett
eredményességi keretbe tartozó indikátor vállalásunk van, amit az unió felé teljesítenünk kell. Tehát nyilvánvalóan ez egy, és teljesíteni is fogunk, nyilvánvalóan ez egy olyan tétel, amit a határidő hosszabbításnál a hatóság mindig figyelembe vesz. Én nekem még lenne. Igen, tehát hogy én azt látom ezekben az ügyekben, hogy és most nem csak ennek a konkrét projektnek az esetében, hanem úgy általában ahogy zajlanak ezek a kivitelezési beruházások, hogy rendre elmarad az a fajta helyi társadalmi egyeztetés, ami meg kell, hogy alapozza ezeknek a beruházásoknak a megvalósítását. Hát sokszor már a kivitelezés során, és most a társasházak esete egyébként egy eklatáns példa, szembesülnek a lakók azzal, hogy tulajdonképpen mi is történik. Ezt, ahogy említettem, ez is egy több szereplős játék, mert nem feltétlenül kelthető fel minden esetben a lakosság érdeklődése abban a fázisban, amikor még csak lapokon szerepel egy-egy fejlesztés. Ez lehet az egyik része, másik része, hogy ez egy olyan kényelmetlen dolog is lehet, hiszen nagyon sokat tárgyalni, egyeztetni, foglalkozni kell a területen lévő lakossággal ahhoz, hogy tulajdonképpen közmegegyezés legyen abban, hogy a lakosok igényeivel és ugye a különböző feltételekkel találkozzon az a fejlesztés. Tehát azt gondolom, hogy ez egy intő példa lehet az elkövetkezendő időszaknak majd a beruházásainak a megtervezéséhez is, hiszen ha csak ezt a példát kiragadom, úgy tudom, hogy egy lakossági időn volt arra vonatkozólag, hogy vágják ki azt a fát. Most, amikor erre értesültek a lakóközösség többi tagjai, most akkor ugye ellentétes vélemények vannak, tehát itt a az ottani lakóközösségnek kellene egyességre jutni azzal, hogy egyébként szakértői véleményt kérnek ehhez a dologhoz. Nem akarok egyébként ilyen álmodozó zöldnek feltűnni ebben a kérdésben, de azt gondolom, hogy azokat a növénytársulásokat, azokat a fákat, amelyek már évtizedek óta díszítik köztereinket, inkább megfelelő karbantartással, de a lehető legtovább meg kellene tartanunk, mert egy facsemete ültetése, tehát többé, nem a mi életünkre szól, ha így lehet ezt mondani, hanem sokkal hosszabb távú. Ráadásul ennek a pályázatnak ugye az a neve, hogy zöld város, tehát az elvárt indikátor a zöld felületeknek a növelése. És azt gondolom, hogy ebben ha lehet, akkor törekedni kellene arra, hogy, és azt gondolom, hogy eredetileg ugye törekedett is ez a kivitelezés, hiszen a nevezett fák nem voltak benne az eredetileg tervezett kivágásokban. Tehát ahogy látszik, itt is ilyen kommunikációs, információs elcsúszások vannak, amire azt gondolom, hogy már az elejétől kezdve nagyon tudatosan oda kell figyelni. És bocsánat, Balázs, neked. Köszönöm. Én pedig ebben a lelandott város területeknek, hogy látszik a városában, lényegesen benne van az anyagban, hogy futópályára és járdára vonatkozó területre, hogy ezzel kapcsolatban milyen részletek, vagy milyen részleti tartalommal fog belevalósulni. Ezek a projektelemek is tartalmi átdolgozás alatt vannak. Én úgy tudom, hogy röviden összefoglalva lezárult egy közbeszerzés, ami eredményre vezet, ha jól tudom. Tehát most ilyenkor általában mi miatt szokott eredménytelen, mi a esetek legnagyobb részében fedezetűen jelentkezik a projektben. Itt a pályázók két utat szoktak választani, vagy az eredeti műszaki tartalom megvalósítása mellett teszik le a voksukat, és akkor többet forrást próbálnak hozzászerezni, vagy pedig a műszaki tartalom olyan mértékű változtatását eszközlik, ami nem jelent műszaki tartalom csökkentést, ami támogatás csökkentéssel járul együtt, hanem műszaki tartalom változtatással, és jelenleg most ez a folyamat zajlik. De a beruházások előre haladásához konkrétan kapcsolódó
döntéseket már a következő testületi ülésen, amit itt jelzett, hogy december 19-én. A végén akartam elmondani, de nem is tudom, hogy december 19-ére telt az eredeti ülésre. A közmeghallgatás miatt. Most itt a zöld területre még egy rövid kell mondat azért. Azt tudni kell, hogy a zöld város programban, igen, mert ugye a többet nem nagyon érinti, már egy kicsit a turisztikát is, tehát a két tó melletti területen Jókai utcán. Tehát itt nem csak a Marmutca, ott lehet, hogy nem lesz százal több fa, de összesen, ha jól emlékszem, nem is költségvetésekre többletbe 160 faültetés körül beszélünk. Ilyen kétszer iskolázott fákról, tehát nem sohángokról beszélünk. Itt a lakók megnyugtatásra végre gondoltam. Persze, de tehát azért, hogy itt nem kivágtuk a fákat, alapvetően ott igen, de például a kettes tónál, egyes tónál és a Jókai utca egyik oldalán végig fasor lesz, az út melletti patkába próbáljuk úgy, hogy elférjen, mert ott nincs meghatározva a pontos helye, mert a közműveket is figyelembe kell venni, meg olyan területet kell találnunk, ahol van valamennyi termőréteg. Tettünk kísérletet a kettes tónál, vagy másfél-két hektár területen energiaerdőt is ültettünk, egy pár évvel ezelőtt szinte semmi nem marad meg, tehát azért nádúrvaron ezeken a területeken a talaj nem nagyon tűri a fákat. Még egy kérdésem lenne ehhez kapcsolódóan. Az elmúlt ciklusban többször említette az alpolgármester úr, hogy projektmegbeszélések vannak a pályázatokkal kapcsolatban. Ezek még mindig rendszeresen szerdán. Most jelenleg nem. Jó. Akkor már kérünk tájékoztatást újra beírónak. Jó. Köszönjük szépen. Oké. Akkor szavazásra teszem fel, hogy szóbeli kiegészítésekkel együtt, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakat támogatja, az kérem készítenem és megjön az észlemeskedjen. Köszönöm, megállapítom, hogy 9 igen, egyhangú szavazattal, 0 tartózkodás ellen szavazat nélkül elfogadtak a tájékoztatót. A következő, ez pedig, hogy említettem, hogy a topos projektek vonatkozásában döntés előkészítési munkálatok folynak, ugyanakkor van egy sürgető határidőnk, aminek vonatkozásában az egyik projekttel összefüggésben többletönerő biztosítására vonatkozó előterjesztést kell megtárgyalnunk. Itt röviden arról van szó, hogy hiánypótlási felszólítást kaptunk egy korábban meghatározott a korábban hozott határozatnak a módosítása kapcsán. Hát ez a hiánypótlási határidő október 18-a volt, amit hát ugye a közismeretek miatt ez, erre nem tudott akkor sor kerülni. Nyilvánvalóan felvettük a közreműködő szervezettel a kapcsolatot, és a mostani testületi ülésre kerül, mostani testületi ülésen kerül megtárgyalásra. Amiről pedig szó van, tartalmilag, az pedig ugye ebben a pályázatban két projekt elemben volt eredetileg Nándudvar, a régi városháza felújítása, illetve egy készműves ajándékolt kialakítása. Itt ugye már megkötött szerződés, kivitelezés zajlik, látszott ott is, hogy annyi pénzből nem fog kijönni, tehát a nettó ajánlat ugye magas. Ehhez kapcsolódóan egyébként az önkormányzat biztosította a saját erőt, ugyanakkor ennek a többlet forrásnak is része pedig az, hogy a közreműködő szervezettel leegyeztetettek szerint a kézműves ajándékolt nem különálló épületben, hanem funkcióját tekintve a régi városháza épületében a kiállító térhez kapcsolódva fog tudni megvalósulni, lehetőség nyílik annak az építési költségnek az átcsoportosítására. Ezt előzetesen leegyeztettük a közreműködő szervezettel, benyújtottuk a kapcsolódó módosítási igényt, ugyanakkor az önkormányzatnak arra az időre, amíg ez a módosítás átvezetésre nem kerül, vállalnia kell átmenetileg ezt a többletforrást, ez a
17, bruttó 17 millió 400-hoz kapcsolódó összeg. Ez a korábbi határozati javaslatban nem volt ilyen előterjesztve, nem pontosan, hiszen akkor már úgy került egy kisebb összeg meghatározásra, ami számolt azzal, mintha már az átvezetés megtörtént volna. Így most átmenetileg biztosítanunk kell, amíg az átvezetés a közelműködő szervezetnél nem történik meg. Ennek a forrása biztosított, hiszen a projektekhez kapcsolódó hitelfedezetből egyébként jelenleg a leromlott, tehát a szociális rehabilitációnak a tartalék során lévő összegből tudjuk átmenetileg biztosítani. Ez azért nem okoz fennakadást, mert ha az a projekt még nem úgy abban az előre haladott állapotban, hogy ez a forrás jelenleg szükséges lenne. A határozati javaslat elfogadása után ezt el kell juttatnunk a konzorcium vezető részére, aki be tudja nyújtani a módosítási igényt, és a közreműködő szervezet általi átvezetését követően kerülhet újra vissza ez a téma a testület elé. És szeretném jelezni, hogy ebben számszaki előírás volt a határozati javaslatban, tehát a középtájú az idézőjelben többletűn előre átmenetileg nettó 72.704.609 forint plusz áfa, azaz bruttó, és itt a számszaki fontosság 92.146.854 helyett 92.334.853 a pontos összeg. Vagy 54. Na, 854. Tehát 854 mind a kettőnek a vége. Csak a felső. Kérdés. Hozzászólás. Kérem, aki a határozatban vasolta egyébként készülni, és ez az viszonyos számos a kiegészítésre. Köszönöm. 9 igen, két mondó szavazattal elfogadtuk az előterjesztést, mint a tartózkodással előszavazat nélkül. Következő napirendi ponton megítélt közművelődési érdekeltség megadó támogatás és a hozzá kapcsolódó önerő felhasználásának a módosítása. Szeretném megkérdezni itt az előterjesztés készítésére, mutatására. A mindenkori költségvetési törvény ad lehetőséget arra, hogy úgynevezett központosított támogatásokra pályázatokat nyújtsunk be. Egyik ilyen ez a közművelődés érdekeltségnövelő támogatás. Az idén is benyújtottuk augusztusban, és nagyon hamar megkaptuk a döntést. Csökkentett összegben sajnos, tehát 5 millió forintra nyújtottuk be a támogatást, 500 ezer forintos önerővel, és a megítélt támogatás 278 ezer forint lett, amelyhez az 500 ezer forintot ugyanúgy biztosítani kell. És akkor nyilván itt a megvalósítási cél, hogy el kellett gondolkodni, hiszen nyilázáró cserére nem van pályázat, ebből a 778 ezer forintból nem futná nyilázáró cserére, úgyhogy az egyik cél az a bejárat előtti vas cipőrács megépítése, ez benne marad, illetve 578 ezer forint összecsukható vendégasztalokat vásárolna a művelődési központ, hiszen a vendéglátáskor erre nagy szükség van, mert nem rendelkezik elegendő asztalval a ház. Úgyhogy erre vonatkozna a módosítás, ezzel az Emberi Erőforrás Minisztériuma egyetért, ezt befogadja, ezzel van vele egyeztetve, úgyhogy de mivel
Nekünk az önerőnkedve jelentős, ezért került vissza ide a képviselőtestület elé, hogy ezt a megvalósulási célt, a módosítását el kellene fogadni. Köszönöm. Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen következményekkel járna, hogy ezt a pályázatot most nem vennék kiírva? Hát akkor ezt nem mondanánk. Semmilyen következménye nem járnak, bármelyik támogatást le lehet mondani, vagy vissza lehet adni, ezt megteheti. Hányan tag a szerzését a szerzőtől? Negyen. Tárolása könnyű, mert összecsukatós, és azért tudjuk, hogy mennyi. Olyan rendezvény van a műfázba, ahol ilyen asztalokra szükség van. Mi ebben összecsukható, de azt szeretne soktan. Köszönöm. Ezt hát hova kérdezni, hogy ez a olyan típus asztalon az iskolában is van, és tulajdonképpen ez a 40 talam asztal, ez egy nagyobb méretű rendezvény lebonyolítását, ez teljes mértékben lefedni, tehát hogy tulajdonképpen ezzel technikailag megoldódik. Vagy tehát egy nagyobb, gondolom, hogy egy szilveszteri, vagy bármilyen. Nem csak a szilveszter, hanem ugye a kite is nagyon sokszor igénybe veszi az intézmény, konkrétan januárban is két napot fogok tölteni, és úgy kell nekik berendezni az egész házat, hogy asztalosan olyan, tehát ilyen iskolakarszerűen, tehát hogy az asztalhoz nem körbeülnek, hanem csak az egyik oldalánál van, mivel projektoros kivetítés van, és emiatt nekik nincs előtt asztalok. Úgyhogy... Tehát ez meg volna a probléma. Így van. Köszönöm. De van egyetetve itt a minisztériumban ez a támogatásnak a felhasználása. Legközelebb akkor javasolnám, hogy gondoljanak már arra valamelyik pályázat során, hogy esetleg korlátot a hátsó bejáratot, meg ott a könyvtárnál is, ott az akadálymentesítés. Egyébként kívül sincs megoldva jól az akadálymentesítés. Jó, hát most én azért tapasztalom, mert magam is rászorulok, hogy gondoljatok már erre is, jó? Hát azt gondolom, hogy bármilyen is összeülről is van szó, kár lenne, de ezt most nem igénybe venni, még akkor is, hogy jelentősen csökkent ott a támogatás. De mi lesz a lényeg? De hát nyilván ahhoz nem elegendő, de azt gondolom, hogy még így a csökkentett támogatással is szükségül ehhez mindig van, tehát ez gondolom, hogy egyik helyen a bővülésehez van, akár ilyen kisebb összegű, de nagyobb összeget is fel tudunk használni. Úgyhogy további kérdés, észrevétel. Ha nincs, akkor szavazás, bocsánat, a határozati javaslatban foglalkozhat. Akkor
ugye rájöttünk egy pontosítani. Egyrészt ugye a megállapodás van a 2016-ban, hogy a szerep megállapodásban nevek vannak felsorolva, nyilván ott változtak a elnöknek a személye, a nemzetiségi önkormányzatnál, illetőleg a pénzügyi utalványozása érvényesítésére vonatkozóan is javasoltuk kihúzni itt a neveket, és továbbá javasoltuk azt, hogy úgyis felül kell vizsgálni minden évben január 31-ig az együttműködési megállapodás, hogy akkor ennek a határját akkor terjesszük már ki 2020. január 31-ben, a kettes számú módosításban, amit szintén mindenkinek kapott. Ezzel együtt akkor így javasolja a bizottság az együttműködési megállapodás kettes számú módosítását, történő módosítását, és akkor a működésre már a létezik. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. További kérdés. Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy valószínűsíthető nem egységes szerkezetet hozzunk vissza január 31-ig, hanem egy lehet, hogy hasonló tartalommal felülvizsgálva egy új együttműködési megállapodást, hogy maga a régi az ne kavarjunk már meg senkit, hogy a régi tisztségviselők által van aláírva, tehát új nemzetiségi önkormányzat alakult, akkor az új nemzetiségi önkormányzatkal fogja majd a képviselők testület ezt az együttműködési megállapodást megkötni. Szóval már 31-ig egy mindig elnök azt mondom, de a képviselő testület felé az elhez. Akkor szavazásra bocsátom a szavazatra, most a ilyen kérdésük. Bocsánat, még hozzáfűzném ahhoz, amit Erzsike mondott, hogy tulajdonképpen nem a hatályát fordítottuk a megállapodásnak itt van 2020. január 31-ig, hanem az ingyenesen átadott ingatlan használatát. Mert hogy 2019-31-re be benne, és hogy ne legyen ott sem egy excellence állapot, mert ugye a felhővizsgálatig ne maradjon már ez benne, mert akkor jogcím nélkül használja elvileg, akkor is, ha visszahatóan akár lesz az új megállapodás. Tehát akkor a hatályt azt úgy is felhővizsgáljuk, tulajdonképpen majdnem mindegy, hogy milyen hatályra kötjük, de ezt a használatot, ezt mindenképpen módosítani kell a 2019-re be 31-re. 2020-ben így van, 31-ben így is úgyis, ha nem felül is elég, akkor újra kapjuk. Kiküldött kiegészítésbe lesz a valimúja. Tehát ami le volt téve az asztalon, az. Tehát azzal a tartalommal. Egyes. Ennek megfelelően a határozati javaslatot, aki ezzel egyetért kérem készülelműsége jelezni, szíveskedjünk. 9 igen, 1 van, a tartózkodás is ellenszavazat nélkül elfogadtuk, és akkor én a nyílt ülést ezen